uraim! Egyenesen az önként vállalt házi karanténból. A rádió egy összes frekvenciáján élőben a Home Office császárai. Aki az önkéntes karantén óta már csak a kerti homokvárat látogatja. Vadon Jani! A Velencei tó önkéntes megfigyelője. Rákóczi Feri! Aki újra divatba hozta a házi videóteniszt. Sebestyén Out Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! Na mi van, gyerekek, mi? Hát sziasztok, jó reggelt! Hello, hello mindenkinek! A kiabálás, a kiállás napja. A kipis, ja. Jó, vártátok, mi? Na, nagyon bizonyban. Vártátok. Gyakoroltatok. Akkorát aludtam. Igen? Hogy azt el neked. Nem tudom mondani. De jó neked. Ne kavargasd azt a szart, mert oda megyek, de tényleg. Jaj, tényleg. Hát, jó reggelt. Hát, kóstolnád, tudnád, hogy ez nem szar felé. Azért ez nagyon oda. Ott van a szeren. Egy kis, hát, van egy kis eritrit, egy cseppnyi kis kókuszszirup, van benne egy kis rizstejszín, és jó minőségű arabika kávé. Á, fantasztikus. Azt hittem, a foszléti szól Pisivel. És még a porrat is kimostam előtte. Nagyon jól tetted. Milyen gyönyörű idő volt tegnap, azt mondjátok. Nyár volt. És egyre szebb lesz, megy föl 20-ig. Gyönyörű idő volt, ez tény. Jani, lekapcsolod a mikrofont a telefonodon, köszönöm. Jó lenne, hogyha... Nem kötnél bele most már minden. Nem fontoskodok, csak rohadtul idegesít. Idegesít a csörgésed, idegesít a csörgésed, idegesít a mikrofonod nem kikapcsolása. Ez nálam is már egy 10 éves sztori felhidhet bírok. Tudom, gondoltam, mondom, fődobom a labdát. Persze, így ne haragudjék. Semmi nem érdekes. Na, minden megvan, minden kész, minden rendben van. Szóval a lényeg, hogy azért az erdőnek jó lenne már egy kis eső. Mert a porzik... Locsolják. Bemész, mit? Viszonylag rövid a slagunk. Az a probléma. Hát, hogy megoldanám én a dolgot, nagyon szívesen kimennék, tudjátok, hogy az úttörő meg a kisdobos is ahol tud segít, de viszonylag rövid a slagunk, nem ér el a halmi dűlőig. Pedig nem lesz most az elkövetkezendő másfél hétben, nem az. Mondanak esőt. Az. Ennek egyiket egyfelől örülhetünk, mert most már a jövő hétfőre, kedre olyan 20 fokokat mondanak, ami az istenes. Menő. Nehéz elhinni, de megdőlt a hidegrekord is. Most? Ma reggelre? Nem, az elmúlt héten. Ja, igen, a zabariak azok behúztak a mínusz 12. Jó, na, tudod. Tehát, hogy ez a Michael Phelps jól úszik kategória, nem? Igen, ki más dönthetné meg. Na, zabariaknál hideg van. Pont most olvastam egy cikket zabarról, hogy képzeljétek el, hogy az van, hogy ott kitalálták, hogy ebben a cudari időben, amikor mínusz 12-ök vannak, akkor azzal jelennek egymással a zabariak, hogy a kémény füstöle. Ahol nem füstöl a kémény, ott baj van. És egyébként egy 83 éves néninek az életét mentették így meg, mert így elsőre nyilván fölröhögtem én is, hogy jó, hát persze, hogy füstöl, mert hát fűtenek. Aztán ők rájöttek, hogy a falu gondnok minden reggel kiáll, körbenéz a településen, ahol nem jönnek a füstjelek a kéményből, ott baj van. És egyébként oda ment egy ilyen házhoz, és egy 83 éves néni szegény elcsúszott a járdán, és úgy mentették meg az életét, hogy bevitték, meg hát észrevették a dolgot. Úgyhogy okosak az abariak. Jó, hiába egyébként. Van hideg, okosak. És ezt rögtön tudták, vagy pedig esetleg azt gondolták, hogy hát Irénke néni biztos, hogy átment doma házára élesztőjét. Vagy bevásárolni 9-től 12-től. Igen. Na, ezt tegnap csekkoltuk. És működött a dolog, legalábbis abban az áruházban, ahol voltunk, elmentünk, a kis heti bevásárlásunkat elintéztük, és tényleg nem voltak. 12 óra, 1 percre voltunk ott, és addigra már egyetlen szépkorú sem volt ott az áruházban. Mit szóltok hozzá? Hát kizavarják őket, itt nincs mesek, kirakják őket. Igen. Itt inkább a másik oldalt kéne egyébként megnézni, hogy 9 és 12 között mi van. Már most nyilván te oda nem mehetsz be ilyenkor, mert nagyon sok boltos panaszkodik, hogy oké, ez egy nagyon jó döntés, csak most már megint szombat lesz, meg hétköznap 9-től 12-ig alig vannak a boltban, nem nagyon megy, és jönnének még nyilván, tehát hogy lehet, hogy rövidíteni kéne ezt a dolgot, vagy azt mondani, hogy 2 nap lehet menni, mondjuk kett péntek, vagy kett csütörtök.
Kövezetek megérte, én azt mondom egyébként, hogy nem 9-től 12-ig kellene járniuk minden hétköznap, hanem mondjuk hetente kétszer. Mert na, ezt mondom én is, igen. Akár egyszer. Tehát, nem hogy... tudod be, nem tudod, halálra ítéled őket, ezt most tök komolyan mondom. Nem, komolyan mondom, nem tudod megcsinálni, hogy heti egyszer járjon. Én persze, mert életvitelszerűen járnak vásárolni. Mert az az életem, meg hát ne járjon heti kétszer, mert akkor még többen lesznek, tudod? Tehát, hogy az sem jó, mert akkor egy fertőzött öreg tovább, vagy egy másik fertőzött öregnek. Figyelj, egy dolgot viszont észrevettünk az áruházban, ahol voltunk, mégpedig az, hogy olyan szinten le volt pusztítva, ki volt fosztva, hogy valami hihetetlen. Nagyon durva volt. Már most, tehát, hogy... már most hova? Tehát, hogy még hova tudnak az emberek spejzolni? Figyelj, nem hiszed el. Tényleg. Elment, és akkor elnézést, a kukoricadara, amiből egyébként egy átlagos vírusmentes, járványmentes igen, hétköznapon, annyi, tudod, így annyi van, hogy én nem tudom, mennyi fogyhat belőle, hát nem túl sok, hegyekben állt ott, ahol mi vásárolni szoktunk, most nem volt egy darab se. Lehet, hozta hogy a készfertőtlenítőt. Valaki divatba hozta, és mindenki puliszkát csinál. Lehet. Nem dobtál fel valamit az internetre mostanában a Feri kukorica darásat? Én nem tudom, vagy Jamie Oliver, vagy ki. Tehát, hogy nem tudom, hogy alakul a tudulók, viszont készfertőtlenítő, ami nagyon pozitív volt, hogy egy forintot nem tettek rá, pont ugyanannyiba került, amennyibe került korábban így a járvány előtt is, és ahogy rakták kifelé, marha jó fejek voltam, amikor tolták ki azt a pár doboz készfertőtlenítőt, amit ki akartak éppen rakni a polcra, és így mondták, hogy készfertőtlenítő valakinek, fejenként kettőt lehet vinni, de tehát jó, meg volt határozva, hogy fejenként kettőt vásároltál belőle, és már ott egyébként a sorban állók között elfogyott 30 darab. Nagyon helyes. Úgyhogy nagyon szimpatikus volt, de tényleg ki volt fosztva az áruház. Tehát hogy az, hogy Balázs ezt nyilván meg fogja érteni, mert ő is fanatikus, gyömbérsör. Tízesével szoktam venni, tegnap vettem egy darabot. Nem volt több, vagy nem adtak? Egy már, nem volt több. Mindegy. Egy darab gyömbérsört tudtam venni, egy darabot. Akkor nagy buli volt tegnap. Én nem tudom, hogy gyömbérsör mámorban fetrenget minden 65 év feletti otthon valószínűleg, mert egy darabot tudtam vásárolni belőle. Úgyhogy... hát vannak ilyen dolgok. Néztem, most nyilván felértékelődik mindenféle olyan termék, amit máskor egyáltalán nem szoktak vinni. De amúgy meg betárasztak mindenből. Szerintem most mindent visznek, is. Igen. Hm? Ami sokáig eltartható, azt most viszik. És a gyömbérsör jól bírja. Hát úgy látszik. Nem gondoltam volna, hogy gyömbérsörből is hiány lett. Na, tegnap hát igen, de lehet, hogy csak rosszul töltötték az áruházat. Hát azért... nem. Nálunk van minden. Nem. Ez egy, figyelj, itt folyamatosan töltik a polcokat, tehát hogy ez tényleg egy olyan áruház, hogy itt mindig valamit lefosztanak, valamelyik polc kiürül, abban a pillanatban mennek. Nem, mi nagyon sokat járunk oda vásárolni, és jártunk korábban vásárolni, és feltűnt volna, hogyha náluk ilyesmi lett volna. Nem, ők rendszeresen megdöbbentően kevés volt. Tehát, hogy például vannak ezek a növényi tejek. Hát ugye mi ebből is rengeteget fogyasztunk, nagyon kevés volt. Tehát, hogy mondjuk 20 félét lehet egyébként kapni, akkor most volt belőle... De várj, ez 8, egy speciális bolt? Tehát speciális, igen. Nem, hát egy egészségtudatos áruház, hogy fogalmazzunk ki, termékeket forgalmazó áruház is. De egy nagyobb, tehát nem egy kis boltról van szó, hanem igen, mondjuk ez, ott ugye elég sok ilyen speciális kaja van, amit lehet, hogy nem lehet annyira jól pótolni, mint egyébként a boltban. Én voltam a héten boltban, liszt, cukort, minden töménytelen mennyiségben van, vagy legalábbis itt Velencén. Tehát lehet, hogy ők ugye ilyen kicsit speciálisabb dolgok árulnak, növényi tejek, meg egészséges ételek, és annak a lehet, hogy a beszerzése akadozik picit, tehát nem tudom. Azért nem biztos, hogy párhuzam van. Szomorúbb a helyzet között. már, hogy nem úgy értem, szóval azt akarom mondani, hogy itt árul ez gyerekek, itt pénze nem lesz az embereknek vásárolni. Az így van. Tökéletesen igazad van. Persze lefosztották, de hogy ez ettől, igen, hát ez szerintem rossz, egyszerűen csak lehet valószínűleg rossz kommentetek. Elképesztő ez a vásárlási hullám. Figyelj, a gyógyszerészek is mondják, hogy gyógyszerellátási problémák, meg mindent felvásárolunk. Tehát most őrület van, tehát ez generálja másikat. De szerintem ezt vissza fogjuk tudni tölteni. Itt a nagyobb kérdés az lesz, hogy miből tudnak majd vásárolni az emberek. Szerintem áru lesz. Ez így van sajnos. Ettől senkinek nem kell félteni. Én értem a betárazást, meg értek mindent, hogy ősi ösztön, de hát mondom, Viki egy empatikussal beszélgetett itt online, hogy
Hát elképesztő, tehát orrcsepp rendelést le kell adni egy hétre előre, hogy legyen, mert hogy mindent visznek, ami mozog. Igen. És de szerintem ez ennyi fog. Még. Tessék? Bármire jó lesz az még a gyógyszerek esetében. Én csak patikában voltam, mert ugye mama elég komoly fogyasztó itt a szívem meg a kora miatt, és akkor ott is meg kellett rendelni azt, amit egyébként fölírtak neki, mondták, hogy majd a héten jön, akkor megrendeljük, de egyébként mindent elvittek. Mindent elvittek, mi? Ja, gyógyszerből is betárazás van. Na, még egy hír, tegnap beleolvasgattam a gyereknek a Viber csoportjába, ahol azon kívül, hogy ugye hi-hi-hi, ha-ha-ha, akármicsoda, jól értesült ötöd évesek már terjesztették a hírt, aztán utána hogy néztem másról is megjelent. Julika szerelmes Tomikába. Az is benne van. Nem igen, indul el igen, a tanép szeptemberbe. Ugye? Nem az, hanem, ezt, hogy, ja? Hanem hogy augusztus végéig fog tartani az iskola év. Ezt nem tudom, olvastátok, ez most már több helyen is megjelent, most reggel még rákerestem. What the fuck, ne csináld, mi van? Már cáfolták, tehát hogy ez megint egy ilyen nagyon okosan... Nem bedobott. Tudod megcsinálni. Nem tudod berakni a tantermekbe 35 fokba a gyerekeket klíma nélkül. Nem tudod. Nem véletlen van az a nyári szünet azért úgy, ahogy van. Na, tehát ez megint egy ilyen rémhírterjesztés volt, de hát egy csomóan biztos vagyok benne, hogy lecsaptak rá, hogy úristen, ha ennek vége lesz, akkor vissza kell menni majd a suliban, nincs nyári szünet, meg ilyenek. Már cáfolták, hogy ez nem így van, tehát ugyanúgy fog tartani a tanév, és ha addig otthonról fog tartani, akkor na bum, akkor otthonról fog tartani. Ezek a típusú rémhírterjesztők egyiket, vagy akik ilyeneket terjesztetnek, vagy terjesztenek, azok elmehetnek egyiket, ha jó és anyjukban, nem? Tehát, hogy nem érted, hogy miért igen. kell, tehát miért van erre szükség, hogy ki izgul erre? Tudod, nem? Mit gondolok erről? Hogy ez egy csomószor nem is rossz indulat, hanem egyszerű butaság. Tehát az történik, nem az van, hogy ül valaki. De nekem aztán tök mindegy. De oh, oké, okay, csak vagy pedig nyilván nem. Csak ugye, hogy ül valaki egy számítógép előtt, és azt mondja, hogy bedobom ezt a hírt, nézzük már meg, mekkorát fut az interneten. Uh-huh. Nem ez történik, hanem beszélget két ember, és akkor az egyik, hogy hát hogy fogják ezt pótolni? Szerintem úgy fogják pótolni, hogy még augusztusban iskolában lesz. És akkor ezt megírja, tudod? Istenem. Egyik se jobb a másiknál, nyilván talán... Pár tízezre meg eret vágnak otthon a 30 négyzetméteren. Hogy mi az Isten csinálsz. Ja. Igen, de persze, tehát ez szerintem is kacsa. Ennek egy nagyon egyszerű oka van. A meleg. Nem tudsz koncentrálni. Tehát, ha valahol oda tűz a nap, és ott 35 fok van nyáron, akkor azt nem tudod. Nem tudod megoldani. Hát ezt most így kell végigcsinálni májusig. Itt szerintem egyetlen egy kérdés van az érettségi, a többi azért az bepótolható mindenkinek, meg megtanulható. Tehát, hogy itt ez a nagy kérdés, hogy velük mi lesz, vagy ők mikor fognak tudni neki menni. De szerintem még az is elképzelhető, hogy megcsinálják iskolánként két részre bontva. Már micsoda? Ezt most nem értem. Az érettségi. Az érettségi. Ja, az érettségi. Beültetik őket két méterre egymástól. Mit tudom én, bemennek. Egyenként leülnek. 3 méterre megírják, kijönnek. Meg lehet csinálni. Ha nem lesz szerintem tömeges magában a járvány, mert nem érünk el egy olyan csúcsra májusba, akkor még én azt is elképzelhetőnek tartom. Hogy egy, hát nálunk ez hál' Istennek csak jövőre lesz izgalmas ez a dolog, mert jövőre érettségizne ugye Virág, de én úgy olvastam tegnap, hogy jövő ilyenkor is még karantén lesz, tehát, hogy ja. Júj, elindult. Jaj. Hát nem a vírus elvonulása fog minket megmenteni, azt kell, az mondjam. Biztos. Most olvastam egy érdekes cikket, hogy fog ez szépen átvonulni innen, oda, onnan, ide. És azt egy szingapúri egészségügyi szakértő nyilatkozott, hogy ugye Kínából jött, tehát Olaszországba, Gócpont Olaszországból ment az Egyesült Államokban, és ez szépen így fog vándorolni országról országra, ahol különböző gócpontok fognak kialakulni. Tehát az elvonulás az esélytelen, az eltűnés az esélytelen. Na akkor egy dolog marad, amiről beszéltünk, a vakcina, vagy a védőoltás, vagy valamiféle gyors teszt, ami alapján elkezdesz úgy élni, hogy visszatér minden a régi kerékvágásba, de 5 perc alatt tudod magad tesztelni, a baj van, és azonnal karanténba vonulsz. Tehát én ezt a két lehetőséget látom most megoldásnak. Vagy egy áttesztelt lakosság gyors tesztel, valami filléres dologgal, ami tényleg egy órán belül megmondja, hogy ne fertőzzél. Vannak már ilyen hírek, hál' Istennek. Vagy pedig a vakcina, ez a kettő, ami most jöhet. Egyébként így ülünk szerintem júliusig. Én is azt gondolom. Nincs vége, ez nincs elvonulás, nincs májusban eltűnés, tehát agyban arra kell készülni, hogy ez klasszul belemegy a nyarunkba. Mint és, ahogy és ugye az influenza vágja haza olyan szinten a gazdaságot sajnos, hogy ebből azért nehéz lesz a kirábalás.
És itt a gazdasági szempont, ami nagyon erős. Mert az fog begyűrűzni sok-sok-sok százezer ember életében, nem a vírus. Hm. Hát ugye, persze. Ez nem lehet hónapokig bírni, hogy mindenki ül otthon. Tehát pénzügyileg. Nem. De még ha fegyelmezettek vagyunk is, ülünk is, akkor is nem is tudott tartani egyrészt, kettő jönni fog a meleg, tehát azt ott végképp nem lehet erre kérni a lakosságot, hogy üljenek a panel lakásban 35 fokban. Tehát ott ki fognak törni az indulatok, ráadásul ugye hát a gazdasági begyűrűzés lesz itt a nagyon nehéz. Hogy azt nem fog tudni megállítani, hogy mennyi munkanélkül lesz, hogy ők mit fognak ezt szólni, hogy milyen segítséget kapnak az államtól, ugye ez a napokban fog kiderülni. De hát ennek azért szerintem a gazdasági hatása sokkal erősebb. Ezt nyilván nem vitatja senki. De itt jó lenne valami vakcina. De a vakcinákról meg azt olvasott, hogy ilyen 15-18 hónap. Szóval azért az nem úgy esik be, hogy ha itt vagyunk. Nem, hanem van valami teszt, meg mire azt engedélyeztetik, meg a hatóság, meg hogy... Tehát... Igen, ugyanakkor meg szerintem lehet bízni, így tényleg laikusként mondom, meg újságolvasó emberként, hogy lehet bízni abban, hogy kiderül majd, hogy a tapasztalatok megmutatják, hogy mi a legjobb olyan típusú passzív védekezés, ami mondjuk megvéd téged, meg a családodat a vírustól. Tehát, hogy például beszéltünk tegnap erről a svéd példáról, hogy lehet, hogy az fog működni. Lehet, hogy ott majd nem tudunk még eleget erről a vírusról ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi az az életmód, ami mellett tökéletesen védett vagy védettebb vagy. Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Mm-hmm. Tehát, hogy a svédek azt mondják, hogy eresszük rá a lakosságra, menj rajta rá, és akkor alakuljon ki ez a nyáimmunitás, és akkor majd ez fog működni. Ez még egyelőre függ a levegőben. Lehet, hogy ez a működőképes modell. Lehet, hogy az, hogy 2 hétig maradjál otthon. Vagy 3 hétig maradjál otthon, és akkor lecsendesedik. Vagy az, hogy állandóra bevezeted azt, hogy a nagyon veszélyeztetett korosztályhoz. Ekkor megy vásra, akkor egy folyamatos kísérletezés zajlik. Ez ki fog kristályosodni. Egyre többet tudunk meg. Közben folynak a kutatások is, nyilván gőzerővel dolgozik mindenki, minden virológus, minden labor, dübörög. Tehát, hogy egyre többet tudunk meg erről az egészről. Bízunk benne, hogy valami megoldás. Ez nagyon szomorú jövőkép azért, hogyha most már úgy kell éljünk, hogy mondjuk ez ellen nincs vakcina. Jó. Soha. Igen, és, az és lesz. Úgy, na, azért. Szerintem azért az lesz. Az nagyon rosszul gyors hangzik, hogy mindenki otthonról így dolgozik. Van, így van, ott lesz ez a gyors teszt is, hogy nem az lesz, hogy várólisták lesznek, nem az lesz, hogy majd külön kell bejezni, nem az lesz, hogy ennyibe fog kerülni, horror összegek lesznek, amiket sem az állam nem tud finanszírozni, hanem most is lehetett olvasni egy olyan gyors tesztről, amikor egyszerre, mit tudom, 30-40 embert is lehet majd, és nagyon gyorsan át lehet szűrni az egész ország. Ilyenekről is lehet olvasni. Meglátjuk, hát napról napra történnek, változnak itt a dolgok. Azért szerintem, hogy szokták mondani, a remény hal meg utoljára. Az igen. Az igen. És reméljük, biztató, hogy ez szó szerint ez. Így lesz. Na de, beszéljünk egy picit valami pozitívabb dologra is. Hát srácok, nem tudom, hogy ez a hétvégén szeretnétek-e elindulni egy jó kis versenyen, mert megvan arra a lehetőségünk, hogy a Magyar Futósport Egyesület Maradj Otthon jótékonysági versenysorozatában részt vegyünk, ahol akár otthon tudsz helyben futni, futópadon futni, szoba kerékpározni, spinning kerékpározni, vagy elliptikus trénerezni, különböző távokon lehet indulni, otthon még egyszer mondom, 1 km, 5 km, 10 km, 21 km, vagy 42 km, befizetve a kis... Csak egy másodpercet. Igen, parancsolok meg, hogy a helyben futásban hogy méred a... Hát ahhoz kell egy jó kis óra, te is tudod, hogy ugye karlendítés alapján méri helyben futó teljesítményt, tehát hogyha van egy jó kis órád, akkor azt szépen elindítod, és szerintem ott a pados opció működik, hát mert ugye a padon is úgy mér, hogy a karlendítésekből... Igen, méri a tempódat, és akkor így. Futással, na, az jó, figyelj, szinte biztos vagyok benne, hogy a helyben futásra fognak a legkevesebben jelentkezni, hogyha adott esetben nincs otthon, mondjuk futópadod, vagy spinning kerékpárod, vagy egy elliptikus trénered, de ettől függetlenül nagyon-nagyon vicces, és jó pofa a kezdeményezés, és a nevezési díjakból te kapsz egy érmet is, tehát hogy a nevezési díj kétfelé oszlik, egyfelől kifizetsz egy nagyon jó pofa kis érmet, ami úgy néz ki, mint egy vírus, mint egy koronavírus. Marha jó pofa. Jó, jó, oké. Próbáljunk meg itt a vicces, okay, ironikusabb részére koncentrálni a dolognak. Másfelől pedig a Magyar Vöröskeresztet támogatják belőle, akik majd mindenféle nagyon jó dolgot, a védekezésre alkalmas dolgot vásárolnak belőle, védőfelszereléseket, fertőtlenítőt, stb.
Úgyhogy nagyon pozitív, bármikor indulhatunk, és a járvány után, amikor majd visszakapjuk a régi rendes életünket, akkor fogják nekünk, ha nem akarjuk kipostáztatni magunkat, akkor majd személyesen át lehet venni, vagy egyéb formákban mondjuk hozzá lehet majd jutni az éremhez, de szerintem ez egy tök jó pofa kezdeményezés. Hát fusson egy helybe, akinek öt anyja van. Na, de kerékpározó, kerékpározhat. Aki megbolondult, de tudsz bringázni is. Persze. Szóval én azért mindent értek be. De mi van a futókarriereddel? Várjál már, hát 2-3 kilométeres futás van mögötted, parád és testtartásban, érted, nagyszerű felszerelésekben. Ahhoz már nagyon kell szeretni futni, hogy elindulj egy ilyenen szerintem. Már hogy egy helybe fussál. Most olvastam megint, valaki fél maratont futott az Erkélyen 6 méteres körökkel. De értékelem az ilyet. Le a kalappal, szóval, hogy azért még azért futni, még el tudsz menni. Szerintem értem ezt a kezdeményezést, de még ekkora baj nincs, nem? Hogy otthon fussunk. Vagy hát akinek hiányzik a verseny, azért tudod, már tavasz van. Ja, mert itt látod a többiek, mit futnak. Hát persze, mert ilyenkor mocorgás van, azért elindultak a futóversenyek, mert ilyenkor szoktunk menni erre, arra, jól érzed magad, a verseny is hiányzik, hát akkor csináljunk otthoni versenyt, találták ők ki egyébként tök helyesen, meg ugye Vöröskereszttel is tudsz segíteni. Azt szerintem az jó, persze. Marha jó dolog. Egyértelmű, és akkor a kis órádnak a képét beküldöd nekik, vagy a futópadnak a monitoráról vagy kijelzőjéről szépen kifotózod, beküldöd neki egy megfelelő címre, és ők el is hiszik egyébként, hogy az történt, hogy nem egyszer elindítottad a futópadot, te meg bementél Netflixezni, hanem ténylegesen lefutottad azt a távot. Mondjuk leginkább magadat veled át, de az jó fejtség. Igen. Gyerekek, bocsánat, félmaraton futópadon, figyelj, annyira durva volt. Leöntöd a pólód vízzel. Csinálsz egy fotót. A legjobb formámat hozta ki belőlem ez a rohadt járvány. Sosa még ilyen gyorsan. Köszönöm szépen az elsőt. Na jó van, gyerekek. De jó a kezdeményezés. A futókarrierre, igen, futok. Tehát, hogy 2-3 napon elmegyek. Azt mondtad, ne sérüljek le, vigyázzak, edzőben mondtam, vigyázzak. Hosszú távon, hosszú távot. Ez a jelszavad. Ez fél év alatt, fél három. 20 kilométer. Igen, nagyjából. Á, nem lesz meg. Tehát, hogy ettől olyan nagy kondin nem lesz. Á, nem lesz meg. De ez a két naponta a gyerek jön biciklivel, és akkor megyek egy 3 kilométert. Ez úgy van. Nem sérülök le. Óvatosan csinálom, nyújtok utána, hogy edzőben megmondta, úgyhogy nincs mese. Profi. Jól is esik egyébként. Sose gondoltam, hogy erre vettem ennek, mert fussanak a bolondok, én még azt mondom. Akinek öt anyja van, az fusson, tudjátok. Nincs autója. Számodra a legfontosabb a nyújtás belőle, hiszen a 20 kilométert elnyújtott 3 hónapra. Nem, ahogy nyúlok be a gyömbérsörömér után, az a nyújtás a legfontosabb. Nem, én gyömbérsör csak 2-5-et iszok már. Na, jövünk mindjárt a hírek után, beszélünk a kiállás pillanatáról, hiszen ma van a nagy nap, úgyhogy mindjárt beszélünk róla. Fél hét múlt, egy perccel írjatok a játszanátok. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, sziasztok. Drága hallgatók, 3-7-9 pontosan, 2 perc múlva. Így van, itt vagyunk, és hát nem sokára közös éneklésre hívunk majd mindenkit. Nincs elég bajom. Nincs elég bajunk, és még meg kell hallgatnod a Balázs Feri és Jani közös éneklését. Nem, most van, ne aggódjon senki, mert nem az lesz, hogy most mit itt hamisan énekelgetünk, hanem hogy mi a dalt fogjuk leadni nyilván, mert hogy itt azok a videók fontosak, amiket ugye ti majd csináltok a dalra. Úgyhogy ti majd a maximum a mi éneklésünket, vagy énekrészletünket, vagy fotónkat majd látjátok abban a videoklipben, amit készítünk. Ugye, és hát miről szól a dolog, mi az, ami nagyon fontos, ugye ezt már mindenkinek mondjuk, már tegnap kiírtuk mindenhova, de azért ezt mondjuk, hogy ezeket a videókat kell majd nektek feltölteni. Ugye, tehát meg kell örökíteni, ez fontos, magát a videót, ha egyedül énekeltek, ha többen énekeltek, valaki videózzon, és a kiállás pillanata hashtaggel kell az Instagramon megjelölni, vagy elküldeni a videót a rádió egy Facebook oldalára. Nem kell 3 perces videókat küldeni. Küldtek egy fél percet, egy refrént, egy percet, tehát itt nem arról van szó tényleg, hogy 46 terabájban küldjetek el. Így van, itt van. Itt csak egy részletet elküldtök a videóból nekünk, ami jól sikerült, amit jónak éreztek, ahol jól énekeltetek, amit szerettek, ahol összeborultok, ahol a refrén van. Tehát igazából nekünk tényleg egy fél perc, 40 másodperc bőven elég, nem kell a 3 perces videót elküldeni. Szóljatok mindenkinek, jó? Vagy feltölteni üzenetben a rádió egy Facebook oldalára. Ha megcsináljátok, az tök jó, akkor a hashtaggel, a kiállás pillanata hashtaggel jelöljétek meg az Instagramon, mert akkor azokat akkor mi látjuk és be tudjuk ugye gyűjteni. Jó? 9 órakor beszélünk majd Dáviddal, természetesen Márkkal, kicsit ők itt beénekelnek, előkészülnek, és akkor utána pedig indítjuk magát a dalt,
hogy ti élőbe tudjátok ezt hallgatni. Leginkább és akkor ennek, ahogy elindul, akkor mi Janival azért kirohanjunk az erkélyre énekelni. Hát ki kell? Hát gyerekek, hát egy fotó vagy egy videó részlet rólatok is kell. Persze, természetesen Ébresztő Velencét, közvetíts le majd, ahogy utána üvöltöztek Lőrincsel. Ne énekelj, már mert átmegyek, azt hozzád vágom az IFA belsőt, amit tegnap is vettem. Egy törött térkő átrepül a sövényen, becsapódik a teraszon. Hát, hogy ne, hát számítunk rá. Az lesz az árókép a klipben, Jani. ahogy a fél térkő landol a fejünkön. Igen. Mi az, hogy csak a nem? Egy térkő. Igen. Állóképet vegyetek, ha tudtok, jó, az fontos, hogy szerintem állóképet vegyetek, és a Rádió 1 Facebook oldalára küldjetek el nekünk üzenetben, vagy hashtageljétek. Állókép. Ugye? Jó. Állókép. Rögzítünk egy szép állóképet. Már, igen. Ez tehát ne feküdjél, Jani, éneklés közben. Nem. Ugye, én nagyon sok üzenetet kapok, hogy éneklünk veletek, nyomjuk, tetszik az ötlet, tök jó, ott leszünk, kint leszünk, hogy úgy valahogy ez egy ilyen kollektív pillanata lesz az együtténőknek, meg a küzdő és harcoló Magyarországnak, meg mindenkinek, aki dolgozik. És ez ugye nem csak mondjuk tényleg az orvosokért van, hanem ez úgy mindenkiért, akik most úgy idézőesen lélegeztetőgépen tartják az országot úgy, hogy a kamionsofőröktől kezdve a pékiken keresztül, aki dolgozik, aki nem vonult karanténba. Tehát ez a dal, ez mindenkinek szól valójában. Úgyhogy nem is akarjuk csak úgy odaadni valakiknek, hanem hogy azért a kiállás pillanata, mert hogy az egész országnak. Hogy jó, de nyugtasd meg. Igen? Nagyon szépen kérlek, nyugtasd meg az igényes zenehallgatókat. Mert nyilván rengeteg van közülük a hallgatóink között, hiszen hozzászoktattuk őket, lásd Badiuma, Dance Mike, stb. Szóval az igényes zenehallgatókat nyugtasd meg, hogy lesz ma jammel is. Fogunk jammelni. Jammelni? Ott van a közeletekben a gitár, és fogunk jammelni egy kicsit. Jammelni. Tegnap hát már valaki túl egy 100-150 dalt, úgyhogy... Valaki kimaxolta már tegnap az Instán, öcsém. Ki kellett raknom egy videót, hogy lássák, mert meggyanúsítottak páran SMS-ben tegnap, hogy jó volt, biztos playback, meg szívták a véremet néhányan, igen, rohadjatok ti meg, akkor mondom, kirakok egyet este, hogy lássátok azért, hogy az öreg mit tud még. Az eredeti ötlet az volt, hogy áthívod az alapi Pistit, nem? Felrajzolsz Filztól egy anyajegyet a kézfejére, és levágom a haját. Közelieket mutat. Igen. Figyelj, na. Azért Jani, tudom, hogy te nem követsz be senkit, így a Balázs se, ezt keresd meg ezt a videót. Azt vártam, nagyon érted, hogy egy szélgép még bejön. Ahogy a hajai videóklip. Nagyon rockstar. Videóját, rockstar. Ők érted, Viki fúj célgéppel, sminkesek dolgoztak rajta, gyereknek leírtuk előre, hogy mit mondjon, mert ő kamerázott. Az egész annyira csöpög és annyira jó, hogyha eddig nem szerettél belé, most szerelmes lesz rá. Tehát megnézed a videót, nagyon. És azt mondta, hogy Bali, hadd menjek át, hadd csókoljalak. Nagyon Nelsonok. Ki ez a Bon Jovi? Fénykorában a Bed of Roses című videóklipet. A kanapén keresztbe font láb, érted? Istenem. A gitározás. Na, de csak nem elmondom tud, azért, hogy rohadjatok meg, ti szemétládák, hogy egész nap ebbe a cuccba voltam, mezitláb rohangáltam a kertbe. Viki már kirakott egy Insta story 10, hogy cipelem be a csomagokat, ugyanebbe a melegítőbe, ugyanebbe a pólóba, ugyanúgy mezitláb. Tehát azért nem öltöztem át a produkcióra, ti szemetek, hanem egy ilyen sima melegítőbe nyom, de nagyon jól jött ki az egész. Igen, nem hiszed? Elmentem. Várjatok, készítsétek a telefont, elmegyek átöltözni. Gyorsan hozzak a hajamat. Egy fehér lembászon inget, léci, hozzak. Igen, azt kellett volna. És minkem rendben van. Jó. Kicsi fúj meg a hajam, Viki. Az ómjeles medálom hol van? Jó. Egyébként pont van olyan, tényleg van, okay. Hoztam Nepálból. Jó, azt vegyük fel. Jó, rendben van, oké, okay. Szélgép beindítva, jó. Gyerek, jó. Nem fogja elrotni, ugye? 4K, ugye? Jó. Igen, itt a papír, még nem tudom. Ja, és hát várj, ártatlan szemmel távolban nézés van közbe. Aha, nem, de rohadék, a Vikire néztem, aki ott állt a kamera mellett, és csitította a Noel. Mindig felnéztem rá, hogy röhögjen. Messzire elnéztem. Figyelj, hát most érted, hát ki az a, nem tudom, most mondjatok valamit. Utoljára Richard Kleiderman nézett át így a fehér zongorán. Illetve Brinkmann professzor a Schwarzwald Klinikben. És Udo Brinkmann nézett így utoljára a Schwarzwald Klinikben. A futár meghozta az új évben ezt? Jó, oké. Igen.
Ja, Istenem. Na jó, van, akkor hát jammeljünk majd. Hát azért ennek a refrényét azért még taníts meg nekem, Feri, rendesen na. Azért ott leszeknek a refrényét, mert azért ez még nem értem. Mondom, hogy tegnap jól ment. Meg akkor nyomhatunk vannak mi is. Belekaphatunk még itt nagy klasszikusokba is. Én a tegnapi műsor után, ahogy ígértem, abban a pillanatban 10 óra 1 perckor elkezdtem a Cyber War-t hallgatni. Igen, én meg kérdezed, hogy... Itt maradtam, gitározgattam 7-8-9 óra 10-ig, aztán rájöttünk, hogy a gyerek nem hallottam, csak viszonylag gyorsan kikapcsoltam. Igen, kikapcsoltál, és hallottam a fülesedben keresztül, hogy itt maradtál még a gép előtt, és Civil War-t hallgattál. Nagyon. Sokkal jobban rögtem volna pornót nézel, és cummogsz, Nem. Annyira betalált nálam tegnap, hogy így valahogy hangulatban is nagyon-nagyon éreztem, hogy nekem ezt most meg kell hallgatni. És meghallgatta a 10 után, én még hallottam, mert én is itt ügyködtem még egy kicsit. Imádom azt a számot, úgyhogy. Igen. Ja, Istenem. Azt mondja, a Szala videót nézve az összes bugyit felvettem, és az összes le is csúszott. Hát, lehetett is. Ja, Istenem. Hát mire jó a karantén, nem? Ha nem arra, hogy az ember felhúrozza a régi kis rózsafa gitárját. Igen. És bár nincs erre igazából nagy igény otthon sem. De ott nincs. Figyelj, de szerencsére nagy a ház, el tudsz bújni. Figyelj, az a mozi nálunk, és ezért imádom ezt a vírust, mert közben olyanokat csinálunk, amit tényleg nem, soha. Hogy zenekarosat játszunk este. Így kell lefektetni a gyerekeket. Ez a magic. Benny beül a dob mögé, én valamit szerencsétlenkedek gitáron, a kicsi az énekes, anya az operatőr. És ezt nyomjuk. És a Believer-től kezdve a nem tudom miket, amiket a Paradise City, amiket a Benny el tud dobolni, azt a kicsi letáncolja, lemozogja, leénekli, folyik róla a víz a pizsomájával. Tehetszük. Figyelj, egyébként, tehát, hogy fölraknám, megőrülnétek. Csak benne van az X. Mutogatjuk és őket. De is nagyon mondod, táncol. Mondod, hogy vége a koncertnek, most már lehet menni aludni? Igen, mondom, gyerek, jó még egy, jó még akkor Believer, és Believernek van egy ilyen nagyon jó dob az elején, tudod, és akkor azt a Benny nagyon eldobolja, a kicsi nagyon elénekli, nyilván azt nem tudom elgitározni, és akkor mi nekünk most ez a lefekvési szeánszunk, hogy koncertezünk. És hogy érzed? Ülünk benne négyen. És aztán rájuk, ez egyébként valahol meg egyébként tök jó, szóval hogy ezt ilyet mi nem csináltunk, tudod, mert iskola, menjél aludni, feküdj le, nyomjad. 8-kor már stresszben voltunk, hogy miért nem alszanak még, vagy 8:30. Most meg 9-kor még zenekarosat játszunk. Tehát, hogy így... És hogy érzed, hogy Sammy Hager lesz, aki tud énekelni a Van Halenbe, vagy David Lee Roth, aki tudott spárgázni? Figyelj, inkább az utóbbi. Tehát a kis csáva az úgy táncol, hogy egészen megdöbbentő. Tehát, hogy úgy mozog, hogy így... Hogy ha ne hangja, azt még nem tudom, mert nem na, tudja. Na, ezért kérdezem, nem tudja, hogy két irányban. Egy csomó énekes megvan a nélkül. Igen, egyébként egy csomó énekes megvan a nélkül. Látszik a gyereken, hogy túl jóképű ahhoz, hogy jó hangja legyen. Tehát, hogy nem lehet a kettő egyszerre is. Tehát viszonylag kevés olyan rockstar van, akinek jó hangja is volt, tudott spárgázni is, és egyébként a hangja is kiváló volt. Vagy az egyik vonal, vagy a másik érvényesül. Igen. És a Bennynek most így ez egy kicsit nehezített pálya, nem? Hogy állandóan egy kézzel kell dobolnia, mert a másik kezében mindig bele van temetve az arca, hogy az apja gitározik. Az eset hallgat. Ez egy kicsit nehezebb, mert ő megszokta a két kéz, két láb külön mozog, de mindig csak mondja, hogy apa ne zavar már. Mirci, ez tök ciki. Nem, ezt még ő is élvezi, tehát ő még az akkor, akit bele lehet rángatni ilyenekbe, még ezt most még élvezi, mert hogy van dobban. Legalább felerősítik a két láb dobónak, nem? Ki megy a felsőbb irányba. Jó alap lesz. Figyelj, hát nézzük a jól, hát most minden nap zenekarosat játszunk, így éljük túl a történetet. Tehát ez a vírus azért itt tényleg összehozza az embereket. Már nem azt mondom, hogy 8 órakor mi már ízét párnát vágtunk egymáshoz, hogy menjenek aludni, de hogy valójában most úgy kicsit mindenre van időd. És most tényleg azt mondja, hogy 8-kor játszunk, akkor fia azt mondja, hogy játszunk, még kell kelni. Mi történik? Ugyanaz, mint ma. És egy hónap múlva, akkor is. Tök mindegy, hogy 10-kor ül letanulni matekot, vagy 10:30. Nem? Valójában... Teljesen. Nincs jelentősége, mert hogy minden nap Punxsutawney Phil van. Hát idétlen időkig fölkelek, eljövök rádiózni, ránézek a családomra, és azt mondom, ez a nap ugyanolyan lesz, mint a tegnapi. Kisebb-nagyobb változásokkal. Na játsszuk egyet, mit szóltok hozzá? Lehet. Jó ötlet. Igen. De valaki csak annyit írt a videóra. Bali a fodrász témát már elengedte teljesen. Hát mit tudsz csinálni? Az Isten csinálják, azt fogom csinálni, mint a Tibi. Kasza. Egy kopasz? Én letolatom. Figyelj, nem fogok ezzel szembenni. Figyelj, ez 2-3 hónap. Addig vissza is nő. Beállítok egy nullást, 0-5-re. Most elvágom a bibircsókomat itt a fejem tetén, úgyhogy itt érlek el a család előtt. Ne rabolja. Egy átadta hajvágásnak indult, írja majd igen, a Bikrúzs. De elvérzett. Durva jelenetek. Ne raboljon időt a próbákból. Még ez is. Na.
Na jó van, játszunk egyet. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Micsoda jó energia. Reggel. Hello, jó reggel. Ciao, hogy hívnám? Sziasztok. Tibi vagyok. Tibi. Hello, Tibi. Szia. Reggel. Tibi. Kivel azt hittem az előbb, hogy velem, vagy rám gondolsz, amikor úgy csinálod, mint Tibi. Ja, és már kezdtem meg, igen, itt vagyok, igen, itt vagyok. Nem, a kaszára gondoltam, hogy letolott a haját, és tök igaza van. Igen. Honnan hívtál minket, Tibi? Törökszent Miklóson lakom, de most úton vagyok, mert sofőrként dolgozok. És most polgár mellett vagyok. Aha. Éppen. Nagyon jó, nagyon jó. Kivel játszál, Tibiké? Veled szeretnék, Balázs. Igen? Rámegyek a gyengére. Kösz szépen, ez kifejezetten... Ez kifejezetten jó kedves mondat volt. Nem ez azt jelenti, hogy annyira veled játszok, de... veled játszok és rámegyek a gyengédre, nálad is van egy gitár? Nincs. Csak úgy érzem, hogy sok közös témánk van. Na, vannak olyan dolgok, amik engem is foglalkoztatnak, amik téged. Komolyan? Igen. Igen? Na, hát akkor ezt fedd föl akkor nekem a játékon belül, Jani. Ja, eszkort lányok, a fodrászkő. Na mindegy. Igen. Na, ne. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, Tibikém. Na, mik azok a dolgok? Mesélj. Haló, itt vagytok? Morning show, itt vagytok? Húha, hát nehéz volt, hogy kikerüljem ezt a csapdát. Na, mik ezek a dolgok, Tibikém? Mesélj egy kicsit. Hát, az első és legfontosabb kérdésem az lenne, na? Hogy szerinted igenek? Egy méh tudja, hogy ő egy méh? Hú, de rég kérdeztem ezt. Ez jó kérdés még mindig. Szerinted tudja? Tudja magáról? Szerintem tudja. Tudja? És te tudod magadról, hogy te vagy Tibi? Én tudom magamról, hogy én Tibi vagyok. Így van. És még egy következő kérdés lenne, hogy te lennél egy méhecske, amelyik virágról virágra száll egy szép tavaszi napon? Én már megállapodtam. Az jó. Hát kérlek szépen, az előző kérdéshez válaszolva, sofőrként dolgozok, és most éppen megálltam az út szélén. Azt szeretném még kérdezni, hogy hittel az UFO-ban? Tibi, megvagyunk, Tibi. Ja, ilyen gyorsan. Annyira lesokkolt ez a két kérdés, hogy mattot kaptam. Kiütöttél és rám számoltak. Ez a nagy fekete-fehér igen almanakban biztos, hogy előkelő helyen lesz ez a lennélem egy méhecske, ami száll virágról virágra tavasszal, ez egy akkorát néztem, hogy így gondoltam. Muszáj voltam kizökkenteni a komfortzónádból, hogy ne mondjam ki valamelyik tiltott szót. Több kell, Tibikém, ahhoz az, hogy jóval durvább kérdések kellenek. De jó, ügyes voltál, tökre adunk, vagy ez ami jár, az jár. Húzni igen, kellett az időt, olyan volt előre... Olyan volt ez a beszélgetés, mint a kocsma sarkakban magányos a motyogók. Igen. Igen. De legalább nem voltam passzív. Na az nem. Ha mentél előre, meg se hallottad. Muszáj volt, ez máshogy nem lehet. Így kellett csinálni. Tibikém, van egy ajándékcsomagot, megkapod, jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy neki akkor. Szeretettel küldjük. Nincs benne Balázsikos bögre, kifogytunk egy kicsit. Ahogy szoktam mondani, megkotlott a készletünk, de Rádió 1-es bögre van, és Rádió 1-es Balázsikos ajándékcsomag. A pont a lényeg. Na, jól van, köszi. Na, köszönjük, Tibi, hogy minket hallgat. Szia. Sziasztok. Hello. Szia. Hello, Tibi, szia. Hello. Hello. Na, a fekete fejérek elklasszikója, írja valaki. Mondjad? Hát... Óriási. Sokan nem hallgatnák azt a játékot se, hogyha ez lenne az El Clasico. Minden reggel más, ez a jó benne. Meg szeretném köszönni azt a posztot, amit nekem dedikált Polgár Péter, a híres szerző, dalszerző óriás, akinek a legutóbbi karanténdalát meghallgattatuk tegnap, szerintem ma is meg fogjuk hallgatni, mert szenzációs lett. Készül belőle már a hosszabb, a long version változat is. A Peti dedikált nekem, kérlek szépen, egy füstölcsőkös bableves tócsnival. Hiányolt a fie, hiányoltam mostanában az ételposztokat. Nagyon szeretem az ő Facebook oldalát emiatt is, mert sok mindenhez ért, a fotózás az nem annyira. Viszont ettől hihetetlenül szórakoztatóak, nem annyira gusztusos, de nagyon szórakoztatók az ételposztjai. És azt írta, hogy reggel dumáltam Balázsékkal a karantén dalom kapcsán, Vadon Jani azt mondta, kevés kajás képet posztolok, hát ne szélni. Mai főzésem füstölcsőkös bableves tócsnival. De milyen jó. Te nem egy szelet kenyérrel, ő tócsnival esett. Igen, a tócsnit, azt egy kicsit indokolatlannak érzem a bableves mellé, de jó étel, mind a kettő. Igen, de jó hangzik azért ez, igen. És undorító a fotó?
Hát nem szép, nézd na, de meg, nem undorító. Nézd meg, felhívom a kedves figyelmetet arra a kanálnyi tejfölre, ami bele van közepében. Gyerekek, imádom a Petit, de én láttam egy-két kajafotóját még a klasszban, hát konkrétan, hát szóval, hogy így na. Mint amikor így, tudod, egy adag lettet így fel, csapsz a falra, tudod, úgy néz ki, ez a kanál tejföl, így ne szedte, így lecsapom a kanálra, nézd meg. Mindenki mert nézze ő meg érted, ez a klasszikus baltával faragott stílus, ahogy otthon tálal az ember, nem? Hát most nem vacakolsz vele, odarakod a tejfölt, azt hajrá, jó étvágy. Legyen finom, ez a lényeg. Ahogy kinéz, mindegy, ott megesszük. Igen. Csuda igényes lett. Na jövünk mindjárt, gyerekek, készülünk a kiállás pillanatára, hangolunk, énekelgetünk, zenélgetünk, már nagyon sok SMS-t és Viber üzenetet kaptunk, hogy itt vagyunk Ausztriából, Magyarországból, várjuk a napot, készülünk, úgyhogy ezekből is szemezgetünk. Jövünk mindjárt a hírek után, ébredezzetek, csak 7 óra múlt 1 perccel, itt vagyunk mindjárt. Itt vagyunk, gyerekek, 7 óra után 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Karantén Rádió Budapest, Velence, Lőrinc, Bermuda háromszögben jelentkezzetek. Jó reggelt kívánom mindenkinek, gyönyörű verőfényes napra érkeztünk, ma talán a Borz meglátja saját árnyékát, Punxsutawney Phil. A Borz. Nekem leginkább ez a film jut most már napról napra eszembe, és hát jönnek az SMS-ek. Azt mondja, hogy hello srácok, innen Ausztriából az egész országért fogunk kiállni és énekelni veletek. Hello srácok, innen Ausztráliából az egész országért fogunk kiállni, a 7 és fél órás időeltolódás miatt ez nálunk délután lesz, de annál jobb lesz. Bea és Lali küldte nekünk. Ausztriában dolgozunk, mi már összehoztuk a kiállás napját egy étterem elé, szurkolunk az országnak, szurkolunk magunknak, úgyhogy veletek együtt fogunk énekelni, és küldjük a dalt. Mi is nagyon készülünk, egészségügyi dolgozók vagyunk Pécsett, már 10 összejöttünk, akik énekelni fognak, küldjük majd a videót, mondjátok sokszor, léci, hogy hova kell, kaptuk ezt is SMS-ben. A történet nagyon egyszerű, ugye hashtag a kiállás pillanata, ezzel lássátok el az Instagram oldalon, vagy pedig a Facebook, a rádió egy Facebook oldalára töltsétek föl, de nem kell az egész videót, nem kell három percet, fél percet, egy percet, egy refrént, két refrént, egy représzt, magatokat, tehát nem kell az egészet, vágjatok ki belőle egy részt, ha nem tudjátok kivágni, küldjétek, de mondom, hogy nem kell azzal foglalatoskodni, hogy az ember elküldjön meg, föltöltsön három percet. Jó, elég egy perc, ugye mi sok apró kis részletből szeretnénk ezt összetenni. Úgyhogy nagyon sok SMS, nagyon sok hozzászólás, aki már erre készül, és hát tényleg örülünk, hogy ennyien vagytok, meg leszünk. Szerintem egy nagyon jó hangulatú kis klip lesz majd ebből. Nem értem pontosan a piálás pillanatát, írja valaki. Hát az nyugodtan vele lehet szülni. Az igen. Tényleg azt csak 9-től le. Lehet, igen, de az a baj, hogy ha piálsz, akkor a Polgár Peti dalt fogod énekelni. Nem a halott pénzt, tudod? Akkor, mert piával mindig mulatós jön. Figyeljetek, megírja a Peti a második részét, elnyomhatjuk egyszer azt is majd, mert az is igazán ilyen országbeli mulatós. Jó lesz az. Na, úgyhogy tessék készülni 9 órakor. 9 órakor ez a dolog úgy néz ki, hogy leadjuk a híreket, utána beszélünk, ugye a Dáviddal beszélünk, a Márkkal, kicsit ott röhögünk velük, előénekelnek, mindenki felkészül, és aztán egyszer csak elindítjuk majd a dalt. Jó, és ebben a dalban, ott a 3-3 és fél percben van időtök szépen kimenni, együtt énekelni, felvenni egymás videót, indítani, ne odáll, jaj, nem nyomtam meg, nem vettem föl, jön a refrén, énekel, jaj, fiam, nyitját, Margit, ne oda, Margit, nem, jaj, lejtetted. Kiderül, hogy nem vetettek föl semmit, nagy volt az izgalom, énekeld. Nem indítottam el, csak néztelek. Igen, jaj, de jó, tök jó sikert küldjük, ja, nem vettem föl semmit. Szóval, hogy igen, és hát a kamionosok is írtak nekünk, nagyon sok kamionos ír nekünk folyamatosan, hogy ők is fognak énekelni, van, aki például azt írja, hogy ő kamionból egyedül. Hello, fiúk, én egyedül nyomom majd a kamionban, útközben a párom otthon az erkélyen, jól nyomjuk majd együtt. Hajrá, magyarok! Atesz küldte nekünk Münchenből. Úgyhogy a kamionosok is énekelnek, de egyébként tök sok sofőr írt nekünk, hogy gyerekek, én úton leszek, online hallgatlak benneteket, és próbálok veletek együtt énekelni. Igen, György Hivál is megmondta, maradj gyottyon, maradj rottyon, úgyhogy... Köszönjük marha, szépen. Hogy rottyon. Szegény Györfi mit melózik, és közben mit fut az online térben, az elképesztő, nem? Tehát, hogy ezért más híresség a fél kezét adatná, hogy ilyen ívet futhasson. Nyilván a hír nem jó, amit visz, de keményen látom mindenhol. Mondott már fel újat, vagy még mindig az van? Nem, ugyanaz. Ugyanaz van? Ugyanaz. Szerintem, ha kijön valami... Élő.
Igen, ha új szabályzás kijön, akkor majd biztos arra fognak valamit mondani. Igen. Tehát, hogyha tényleg kijárt. A férjemet egy hónapja nem láttam, ma érte éneklünk, írja valaki. Jó. Úgyhogy a gyerekek, bárkiért, tényleg magunkért, egymásért, a párodokért, a dolgozókért. És nem csak az egészségi dolgozik, azért sokan vannak, akik üzemeltetik ezt az országot, tényleg. Gondoljunk csak a postásokra, akik azért mennek házról házra, nem egy egyszerű meló, ilyen stresszel menni most, ugye? Lehapcizó emberek közé. A futárok, a kamionsofőrök, a pékek, akik nem tudnak otthon maradni karanténba, és kicsit furán is néznek ránk, hogy mit karanténozunk itt, mert hogy mi pedig szeretnénk betartani. Ugye nyilván van, aki nem tudja, és bejár melózni, és lehet, hogy 100 emberrel találkozik, de fél, hogy elveszíti az állását, kénytelen bemenni. Úgyhogy nagyon sok mindenki van, akit itt meg lehet említeni. Aki miatt, vagy akikért ez a dal, ez szólhat. Azt mondja, kapjuk az SMS-eket, mi Angliából éneklünk veletek, Prestonból. Maradj otthon, kaptuk ezt is SMS-ben. Én a BKK-ért éneklek, hogy újra sűrítse a járatait. Nagyon jó, ezt a járatritkítást én sem értettem, megmondom őszintén. Értem, hogy kevesebben... Van, ahol indokolt, tehát, hogy van, ahol teljesen egyértelműen olyan szinten esett vissza a forgalom, hogy szerintem indokolt. Ott oké, de egy általános járatsűrítés, úgyhogy fürtökbe lógnak az emberek, ezt nem teljesen értettem, miközben másfél métert kéne tartani mindenkitől, és mint a heringek lógunk a buszon. Már revidiálták ezt a dolgot, tehát már azt hiszem, hogy ma vagy holnap, vagy talán tegnap már változtatnak, tehát írtam, hogy visszatér minden a régi kerékvágásba. Na, oké, hát akkor beszéljünk egy kicsit te nyáról, gyerekek, valami egészen bizarr dolgot láttam vele kapcsolatban, és én annyira szeretem, amire felkaptam a fejem. Pintér Tibor, a lovak is megérzik a karantént. Hát ha valaki ebben az országban lószakértő, akkor az ő. Igen. Kevés olyan celeb van azért, valljuk őszintén, aki egy lóval népszerűsködik. Tehát ugye megszokhattuk már, hogy mindenkinek van kiskutyája, kismacskája, hogy mi a mangó, mi minden, igen, malacat. És ma malac. Jó. Ja, igen, malac. De felhívnám a figyelmedet arra a fotóra, János, amit utána ez a Bors Újság az között. Ugyanis a következőt látod, Tenya ül egy gitárra az ölébe. Oké. Azt mondja az ember, hogy természetesen vannak. Mások is ülnek. És áll a ló a szoba közepén. Áll egy gyönyörű fehér ló a szoba közepén, és Tenya azt üzeni, a legfontosabb üzenetem, hogy maradj otthon. De honnan tudod, hogy a ló egyébként eddig is nem lakott-e vele benne a szobában? Igen. Hát ezt mindjárt megkérdezik, mert egyébként imádom a témát. Lovainknak muszáj mozogni. Egyesével, kettesével történik egymástól nagy távolságra. Együtt élünk velük. Figyelj, a szobában van a fotó. Persze. Véletlenül sem egy vadászgörény. Hát ne, de te nagyon menő, ők is unak honári. A Magyar Nemzeti Lovas Színházban nem vadászgörények vannak, igen, a lovak. Hát Jani. Hát nyilván nem, ez nem Magyar Nemzeti Vadászgörény Színház, hanem... Hát na, akkor az lenne nagyon neki. Szeretem. A lovam Rodriguez hozzám szokott, ha bemegyek, jön utána, benéz az ablakom. Ők ugye most a Kincsen Park a bázisuk, ott laknak, ott vonultak el, és azt látja, hogy besétált utána. És látom a fotón, ahogy áll a szobába a ló. Utoljára a Havannál láttam így lovat, utána azt le is vágták a hetediken. Nyilván Rodriguezzel ez nem történik meg. De hogy is, tehát Tenya nagyon szereti a lovakat, meg ért is hozzájuk. De figyelj, ez a lovas fotó a szobában, az ágy mellett, azért ez meglehetősen. Jó. Meglehetősen szélet. Mennyire egyedin nézhet ki a spejz tenyájéknál, nem? Mutatod, hogy némi kis cukor, itt egy kis, hogy hívják, liszt, egy kis műzli, ezer meg az, és másik oldalon pedig irgalmatlan, hogy bálákban tudott széna. Másik fotó, maradj otthon hashtaggel, kitározik a tenya szemből, és a ló behajol a képbe. És ül egy ülőgarnitúrán. Közös alvós kép nincs? Közös alvós képet egyelőre nem látok. Igen, összebújós. És van videó is, ahol együtt énekelnek a lóval. A ló pedig odahajol, és szimatol, megnyalogatja tenyát a gazdát. De látszik, hogy jó a kapcsolat, szóval, hogy ez tök jó. Hát igen, mondjuk, hogy ott lenne egy szerelmi háromszög, még csicsolina, és megnyalná a szájafélét. Igen. De ez menő. Nyilván senki nem gondolja, hogy Tenya együtt él a szobában a lovával, de a fotó azért az nagyon menő. Na, itt velünk Pintér Tibor, mindjárt megkérdezzük erről. Hello Tibi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Szia, jó reggel. Egyedül, vagy van társad is most? Vagy ott van Rodriguez is. Nem, most egyedül vagyok, és közben
Jenny alszik a másik szobában, úgyhogy... Aha. Na, és Rodriguez meg a teraszon szív egy cigit, vagy... Nem. De Rodriguez mászt a lovat, Jani. De Rodriguez a ló. Tényleg, jól mondjuk, hogy Rodriguez a ló, azt nem? Jól mondjuk, ugye? Igen. Rodriguez a ló. Először is eltette le a kalappa, hogy ilyen szigorúan tartod a karantént. Hát ez nagyon, nagyon helyes. Nagyon helyes, hogy ilyen fegyelmezettek vagytok. Hát így van, nem csak én, hanem a kollégáim is, illetve az egész társulat, szüleim, gyermekeim, mindegyen nagyon komolyan vesszük, és nyilván ez a kis videó is arra engedtetett utalni, hogy próbáljuk meg tényleg mindannyian komolyan venni ezt az egész őrületet, ami körülöttünk van. Hát most van, abszolút. Figyelj, és ti most kint vagytok a Kincsen Parkban, az a szállásotok? Tehát az a bázis? Nem, a Kincsen Parkban vannak a lovaink, egyébként 18 állatért felelek-e pillanatban, illetve 50 művész sorsáért. És hallotok? Igen, azt mondom, hogyne. Igen, bocsánat, csak még kicsit ilyen álmosan. Szóval, hogy 18 lóért és 50 művész sorsáért felelek, a Kincsen Park a fő bázisunk, és a Kincsen Parkban van egy olyan házunk, egy olyan lakórészünk, amit tulajdonképpen közösen használunk. Ez az a ház, ahol bekéretkedett egyébként a ló, és ez az a ház, ahol leszoktunk néha pihenni, de az eredeti lakóhelyen nem ott van egyébként. Igen, hát azt látom a szobán, hogy azért ez nem olyan. Tehát mindenféle nyílveszők, meg pokrócok, meg olyan az egész. Hát azt látja az ember, hogy ez valami idéglenes dolog. És bement utánad a ló, amikor ez készült? Tehát, hogy besétált utánad? Így van, tehát ez tulajdonképpen egy szociális helységünk, egy mindannyiunk számára használt hely. Most jelzem, hogy a Kincsen Parkban tényleg kettesével, maximum hármasával járunk ki. Nagyon távol egymást, egyébként ezt ellenőrzik is a Kincsen Parkon belül, tehát nem is tehetnénk nagyon más, hogy. És a lovászom érte fel a figyelmet, hogy figyelj, tenya, jön befelé a lónak, hagyjad csak, hanem kíváncsi voltam, hogy meddig merészkedik be, és egészen tényleg majdnem eljött a folyosó közepig, és akkor azt gondoltam, hogy na jó, ha a ló így döntött, akkor én most bevezetem a szobáig, és tényleg be is jött minden további nélkül. Egyébként mondom, aki nem ért a lóhoz, hogy ez arról árulkodik, hogy a ló teljesen átlépte a saját komfortzónáját, jobban kíváncsi az emberre, a gazdira, az emberi helyzetre. Viccesen mondhatnánk, hogy éli meg a gazdi a karasztént, erre kíváncsi volt, mint arra, hogy kint legelészen, és ez egy nagyon nagyszerű érzés nekünk, lovasoknak, hogy a lóunk ennyire ragaszkodik, hogy akár a komfortzónájából kimozdulva bejön hozzánk, és akkor bevezettem a nappaliba, és természetesen egy kicsit viccesen üzenlennek ezzel a magyar társadalomnak és az embereknek, én is kihasználva a helyzetet, maradj otthonra buzdítottam mindenki. Hát igen, hát hogy egyszer... késtél a próbáról, és ezt akarta jelezni Rodriguez, aki közepró. Igen, hogy már kezdenénk. Igen. Itt csak az a rossz, ha látod, hogy kicsit kiráz a hideg, nyihog egyet, felemeli a farkát, és úgy kicsit elkezd mozogni, mert akkor azért ugraszabb. jön valami utána, mi? Szoktak viccelődni, nyilván egy csomó komment, hogy tenni a hangjától megriad a lovát, de az a véleménye, hogy egyébként a Balázs azt hiszem, hogy te lovasztál, vagy lovazol egy picit. Igen, most nincsen semmi, lova voltam. Ugye azért a lovon pillanatokon belül lehet látni, hogy mire, hogy reagál, szóval csak egy kicsit véd a bundérbecsületét, szóval itt azért a lovon egyértelműen lehet látni, nem, hogy úszkodik az énekhangtól, az emberi énekhangtól, hanem kimondottan érdekli, odajön, úgy kellett, egy kicsit elhessegetem, mert leharaptam volna egyébként az ujjamat, előtt adtam neki jutalomfalatot megdicsérve, hogy bejött a szobába, tehát egyáltalán nem egy zavarja az énekhangon, vagy akár az ember énekhang, hanem kimondottan imádják ezek a lovak, egyébként a produkciók alatt hozzá is vannak szokva. Hát figyelj, van még valaki, aki hasonlóan csinálja, én követem a Schwarzit, az Arnold Schwarzeneggert, nézd meg az Insta oldalát. Figyelj, ott az történik, hogy vannak ilyen, nem tudom, ilyen törpe lovai, vagy ilyen póni lovai, nem tudom, ez milyen. Szamár, nem szaba? Szamár, póniló, törpe ló. Arnold ekkora. Konkrétan eszik az asztalnál, oda megy a ló, beleesik, a következő videó a biciklivel kergeti a kaliforniai házának a kertjén, ami akkora, mint a Margit-sziget, bringával kergeti a lovakat, ez csak sétál valahol velük. Igen, látom, van szamara meg póniai, így van. Póniló, Én is megdöbbentem, egyébként láttam sokszor, és hát nem megdöbbentem, hanem nyilván mosolyogtam, csak pontos Schwarzeneggerről nem gondoltam volna, hogy a kaliforniai birtokán lovakkal él együtt. Ez egyébként jelzem, hogy még szimpatikusabbá tett, és az is, hogy beengedte a konyhába a pónit és a szamarat. Igen, hát a lovak úgy közlekednek, hogy... Együtt esnek. Mondjuk azért nyilván hozzáteszem, hogy azért itt mi arra nagyon-nagyon figyelünk,
hogy bár ez a videó nagyon humoros, és tényleg inkább most a társadalomról szólt, erről a feszültségről szólt, és hogy ezt mondja valahogy, de azért a lónak az eredeti közege természetesen nem az emberi közeg, nem a konyha, nem a szoba, nem a bűpad. Jó, hát ezt nem is gondolja senki, hogy ott tartott, persze. Hát ez... Jó, nyilván csak azért ezt meg kell tudnom egy picit magyarázni. Azt kell tudnotok, hogy mi ugye nekünk a munkahelyünk a Kincsen Park, és járunk ki napi rendszerességgel, odafigyelve egymást, ahol hál' Istennek különben nem terjeszti a vírust, és mi sem a lóra. Hát és nem is látjátok egy ott a lovakat nyilván. Igen. És látnánk most egy élőképet a szobádról, és a bal kezeddel tartanád a telefont, a jobbal pedig integetnél Rodrigueznek, aki ott alszik mellett, hogy ezt leteszem, és akkor megint majd játsz, jó? Csak el kell neki tolnom a dumát, hogy nem így élünk, nehogy elígyék, mert a lovak természetes közege. Nyom le az ébresztőt. Hát, lehet, hogy viccelünk, lehet, hogy ezt viszont rá, hogy a Lóni, ha több mindent ért, mint hiszünk róla. Egyébként most elkezdtem szabadidomítani, aminek az a lényege, hogy lentről jelekkel kommunikálunk a lovakkal, kvázi, mint kutya-ember kapcsolat. Az egész társulat elkezdett, mert a új műzikelünk a Szilárd miatt ez nagyon fontos volt. Hát most lesz idő bevésni a lovakba ezt az egész őrületet, viszont egy picit, egy komoly gondolatot még hadd mondjak, Balázs, és köszönöm szépen, hogy ezeket végig hallgatjátok most, és nem vágtok bele. A lényeg az, hogy azért azt gondolom erről a vírusos időszakról, hogy minden rosszban van valami jó, ezt persze nem először én fejtem meg, de azt gondolom, hogy a lovainkon keresztül azt tudom mondani, hogy jellemzően minden másra igaz az, hogy egy picit van időnk elmérni egymásban. Bele tudjuk például vésni a lovainkba azt a mélységet most a szabadidomításon keresztül, amit máskor soha nem tudtunk volna. Így aztán laufot kaptunk például erre a csodálatos produkcióra, jó Istentől vele. Úgyhogy ez annyira szerencsés lenne, mert még egyszer mondom, itt 50 művészért és 18 lóért felelek, és gazdaságilag azért mi is félünk, hogy mi lesz velünk. De mégis lelket öntenék az összes művészbe, hogy nyugi, fel fog gördülni ez a függöny, és én, mint a lovaszínes vezetője ígérem, hogy még erősebbek leszünk, ha újjá épül az ország. Hát ez most igen, ez most főleg a színészeknek, színházaknak, nektek, ez most mindenkinek, zenészeknek egy teljes leállás. Tehát, hogy ilyen talán nem is volt soha, vagy csak nagyon kevés alkalommal, ez most egy nagy túlélés mindenkinek, hogyne. Persze, de hát reméljük a legjobbakat. Énekes vezető, színész, filozófus. Filozófus, igen, hogy Jani mondja. És egyébként én gondolom, hogy látom is már a kollégáimban, én magamon is, hogy ilyen icipici primör helyzeteken, de nagyon fontos, hogy anyámat nem pattintom le a telefonon 5 perc után. A szerelemmel le tudok ülni, esélyt vacsorázni, úgyhogy meg tudok beszélni komoly dolgokat. Édesanyám 81 éves, tudni kell róla, hogy ő a legveszélyeztetettebb korban van. Jó egészséget kívánunk neki. Köszönjük szépen, tényleg nagyon odafigyelek rá, és azon kaptam magam, hogy édesanyámmal tudok úgy beszélgetni telefonon keresztül percekig, hogy tényleg szegényt fel kell azt mondani, hogy anyu, próba van, fordatni megyek ide, oda megyek. Van ennek egy pozitív hozadéka, és nyilvánvalóan ennek most tényleg senki nem örül, és ebben várjuk, hogy művészek, hogy újból játszassunk, újból énekelhessünk. Bevallom őszintén, hogy ebben a lónak való éneklésben van egy kis icipici kis exhibicionizmus is ám, mert hogy most nincs közönségünk. Tehát most kénytelen vagyok a lovat bevonni. Azt szerintem ez téged nem vett vissza, hogy van közönség, most nincs, van, téged úgy ismerünk, hogy téged a csalamban nincs, akkor se énekelsz, nyomod, próbálsz, mint a közönség, ez egy plusz jó, ha van, de... Igen, de legalább én nem azok közé, a énekeseknek, színészek közé tartozom, akiknek a nagy része azt gondolom, hogy tényleg szegény nem tud most mit kezdeni magával, és otthon próbáljuk meg magunkat valahogy megvalósítani, és kiabálni magunkból egyébként az elmúlt évek feszültségeit, mert ugye nagy szerencsénk van, hogy mi azért a Kincsenparkban lobok keresztül megtaláljuk ezt a feszültséglevezetést, és mivel ez a munkahelyünk, hál' Istennek, ide ki is kell menni egészen addig, amíg tényleg kritikus pillanatok nem lesznek, mert hogy a lónak meg muszáj a mozgás, és bezárva ennek a boxba, az lenne az igazi probléma. Tenya, légy szíves, még egy nagyon fontos kérdés lenne, erősíts meg, vagy cáfolt, hogy van közöd neked az országos méretű kocka cukor felvásárláshoz? Betároztál? Ti voltatok? Egy nagyon jó, 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 nagyon jó
nincs hozzá közöm, de esküszömre ki fogok találni a házhoz szállítani, kockacukor házhoz szállítani. Tegyen, vigyázz magad, de örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magad, aztán hajrá, nyomjátok, túl leszünk ezen, és csáó. Köszi, csáó, hello, Pintér, tegyen. Köszönjük, Rodríguez. Köszönjük szépen, csáó, Rodríguez. Fordulj jobbra, hogy egy kis... Én imádom. Neki. Figyelj, nézzétek vagyok. Meg, ha tudjátok, keresetek rá, ahogy énekli, azt hiszem, nem tudom, csak egy pillanat, hogy haj rózsa volnék videót a lónak. Haj lózsa volnék, igen. Igen, igen. Tenye pozitív, mint Károly Herceg koronatesztje, így kereszt. Ja, Istenem, na jó van, jövünk, hangolgassunk, zenélgessünk, készüljünk a nagy kiállás pillanatára. 9 órakor énekelni fognak a Rádió 1 hallgatók, a kamionsofőrök nyomják a dudát, énekelnek, mindenki kiáll, mindenki énekel, mindenki rögzít. Úgyhogy mondjuk a részleteket, 8:30, 2 perccel itt vagyunk mindjárt a hírek után. Na. Hello, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggel! Én ott leszek, ja. Mikor feladnád? Ez az! Én ott leszek. Hoppá. Na most mi van? Most nincs, most nem éneklünk, mi? Most nem próbálunk, most hát nem legalább nem egy refrén. Legalább egy valami zsülcikém, hát tedd valamit, tegy. Én ott leszek. Mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád, már nem hívnak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád, jön az első rohagyom, hogy csak összenőtt veled teljesen. Ez egy gyönyörű lett. Néha majd lesz, igazad. Néha úgy jön a sivatag, hogy önmagad elhagyod, mi marad? Forulj össze Magyarország! Csináld a videókat, és töltsd fel hashtaggel az Instagramra, vagy pedig a Facebook oldalunkra, a Rádió 1 oldalára. Csinálj videót, énekelj, kiállás pillanata, 9 órakor. És a női szólamot is hozza, látod, Jani? De igen, hát azért hallgattunk el. Ez a csajos vonat. Születtél, ebben jó vagyok. Nem hagyom. Egyébként jól megírták ezt a dal, gyerekek. Az volt, hogy ez egy jó dal, basszus. Hát nem véletlenül választottuk ez. Ez egy jó dal, szóval ez egy jó dal. Én ezt láttam tavaly a strandon, ott voltunk, nagyon nagy buli volt. És utoljára egyszerre Magyarország, gyerünk! Hajrá Magyarország! Nem merek üvölteni, mert még alszanak. Helyes. Majd 9-kor. Na jó van, gyerekek, jó van, ez csak egy kis gyakorlás, egy picike, csak hogy ráhangolódjatok, jó? Jó.
Tudod, hogy a représzeknél nem számíthatsz ránk, mert az szokott repelni, aki nem tud énekelni. Mi meg Ferivel ugye az énekcsapat. Ugye? Jó vagyunk. Nagyon jó, mert a hallgatóknál ugye csúszással jövünk vissza a zenéhez képest, tehát kánon van. Óriás, óriás káosz, de nem figyeljetek, azért van az, hogy nem fogjuk kiadni a dalt, mert van, ahol online szólunk, van, ahol egy kicsi csúszás van, ahol egy picit, ahogy visszajön a hang. Ezért döntöttünk úgy, mert hogy a Dávid is, nyilván a Márk is zseniálisan rappelnek, énekelnek, hanem arról van szó, hogy pontosan a csúszás miatt gondoltuk, hogy mi leadjuk a dalt, és ti arra énekeljetek, amit ti hallotok. Ha van egy 10 másodperc csúszás, fél perc csúszás, online hallgattok bennünket, kicsit csúszik, pont ezért gondolkoztunk azon, hogy énekeljünk-e veletek egyszerre, de nem akarunk, mert hogy mindenki a saját ritmusában, amit a fülén visszahal, vagy a rádiójában, a készülékében, online, a kocsiban, a különböző frekvenciákon, ugye hát azért itt van pár másodperc. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy mi kiadjuk a dalt, mindenki ráénekel, és aztán a végén visszajövünk, és akkor ti pedig azt rögzítétek, amit hallottok. Tehát ez lesz az oka annak, hogy élőben megy, vagy élőben mi nem éneklünk, hanem hogy kiadjuk a dalt nektek. Jó? Mert hogy igen, kicsit késünk, mint a máv olyanok vagy. Így van. Hát a fülünkre vissza, de mire visszajön a fülünkre, addigra mi már elcsúszunk egy kicsit, egy pár másodpercet. Úgyhogy igen, emiatt hallottátok így. De Márkék is énekelnek, Dávidék is énekelnek, veszik ők is élőbe, vesznek mindent, tehát hogy abszolút meg lesz. Jó? Úgyhogy 9-kor a dalt fogjátok hallani, ez fontos. Most még csak gyakoroltunk. Így a próbában még benne van. Nevezett előéneklés. Ez egy előéneklés volt, de 9-kor. Ez a szöveg ugye beépüljön, hát ez nagyon fontos. Most inkább ezt mutattuk. Igen. Próba nélkül nincs koncert. Most olyanok voltunk, mint három süket, aki 10 másodperce késmény. Mondjad, Ferikém! Hová megy hogy, oda, Janikám? Hogy hogyan? Mondod? Már elindult, gyere, Margit, énekeljünk, karácsony van, Szenteste, hogy menj bőr az... Nem, ez már nem az, ez már pásztorok. Már nem az, már ide süsverna. Jó. Na igen, úgyhogy ez lesz. Jó van, azért vegyük át majd az akkormenetet, Ferenc. Hát azért kicsit 8-tól dzsemelgessünk. Lehet. Hát valami lehet. Azért, egy kis jammelés. Egy kis jammelés, azért nyomjunk, érted? Jani is átnézte az Eniek walking-enit, érted? Igen, de főleg a tánc részeket. Érted, azért vegyük a dobakászimát. Átolvassuk a pakászimát. Többször eldőltem 45 fokos szögben, de sajnos nem sikerült tartani sokáig. Igen. Mi a Pacazimo? Pacazino? Ez mi, amit a szal értek? Number of the Beast-nek az elején. Number of the Beast. All to you, all bad, see, for the bursome is the beast, refraff, Pacazino is the time show. Time show. De ez nem rövidített volt, ne a rövidített. Reckon number of the beast for a case and human number. It's number, it's 600, it's the same. A másik is. Sírok. És ki ide énekelt volna gyereként, ugye? Hát teljes meggyőződés. Hát teljes meggyőződés. Hát mondtad a legnagyobb kamu angolt. Persze. Figyelj, hát. Magát a zenekar nevet nem tudtam kimondani éveken keresztül. Hát, és amikor egyszer megtanulta, írom majden, és amikor megjegyeztem, akkor volt, hogy elfelejtettem. Tehát már az angolt elfelejtettem, és rohadtul agyaltam rajta, hogy kell ezt mondani, egyszer nem tudtam fejben összerakni, hogy az, hogy Iron, az hogy lett, az, hogy lett Iron. Hogy mi? Miért lett az Iron? Igen, amikor az Iron. Na, gyerekek, ha valaki szeretne benne lenni a HP kötője Balázsék klipben, jó, akkor az küldje a videót. Fontos, hogy hashtaggel küldjétek majd a videót, vagy hát Instára töltsétek fel, hashtag a kiállás pillanata, ugye? Vagy pedig a rádió egy Facebook oldalára töltsétek fel. Ha megvan a 3 perc, és tudtok videót vágni, kiszeded az elejét, közepét, a refrént tetszett jobban, akkor kiszedhettek 1 percet is. Mindenkiből villanások lesznek, sok arcot szeretnénk egyszerre, úgyhogy nem kell a 3 percet feltölteni. Nyugodtan vágjatok ki belőle egy 1/2 percet, vagy 1 percet, refrént, vagy mikor úgy érzitek, hogy a legjobb pillanatot kaptátok el, és azt küldjetek el, de ha egybe föltöltitek a rádió egy Facebook oldalára, az is tök jó. Jó? Úgyhogy ha meg Instagram, akkor meg csak egyszerűen hashtageljétek, és akkor az a pillanatok alatt meg tudjuk találni, hogy hashtag a kiállás pillanata. Ez lesz ugye 9 órakor, és 9 órakor hírek. Kicsit olyan ez, mint a szilveszter. Emlékeztek gyerekkorotokban, hogy vártatok a szilvesztert? Fennmaradhattál éjfélig. Anyádék már kicsit be voltak csicsentve, és minden ettől egy kicsit olyan szürreális lett, ugye? Hogy úgy érezted, hogy valami egy kicsit más. Uh-huh. Igen. Sokkal több kaja van az asztalon. Én magában az, hogy be voltak anyádék csicsentve, az nem volt annyira meglepő. Az nem volt annyira meglepő. Nem, de tudtad, hogy jön éjfélkor a himnusz, amire készülni kell. Igen, tudtad, hogy jön a himnusz, izgatott voltál, úgy, mintha valami új dolog lenne. Átlépsz egy másik évbe, ami a teljes homály volt, és a Hofi már fél éve azt mondta, hogy mind meghalunk, és nem lesz pénzünk, és
áremelkedés jön. Anyánék már decemberre mondogatták, hogy jövőre mindennek megy az ára, és elérkezett a démonizált nap, a december 31-e. Átállott a kis pesgőddel, mindenki zokogott körülötted, néztél a tesódra, nem értetted, hogy mi van, de nagyon jó volt, mert éjfélkor fent lehettél, nem? És az egész kapott egy ilyen nagyon fura hangulatot, mert sosem lehettél fönt előtte éjfélig. Nálunk legalábbis nem volt nagyon megengedve gyerekkorban. Nyomtad a kaszinótojást, hallgattad apáid zenéjét, és közben élvezted, hogy fent lehetsz. Igen, igen. Az egész nagyjából erről szólt, és odaálltál valamiért, mert állni kellett a himnuszon, és mindenki sírt körülötted. De neked ez egy vicces pillanat fel, volt. Apám hozta fel a pincéből a közeli szovjet laktanyában vásárolt Szavetszkoja Igrosztoje pesgőt, és ilyen nagyon-nagyon maníros, nagyon-nagyon kitalált mozdulatokkal, tudod, ez nagyon szépen lassan úgy bontotta fel, mint hogyha nem tudom, egy üveg Dom Perignon. Nálatok, nálunk kilőttük a csillárt vele. Ja, ne, apám soha nem eresztető, soha nem eresztető, és lehetett látni, tudod, hogy így minden egyes mozdulatot megfontol. Hogy és hogy mekkora esemény nekünk, hogy ruszki pesgőt iszunk. Igen, hát bizony. Az volt a legdrágább akkor, csak mondom, ugye? És akkor Nógrádi ropi az asztalon, némi kis mindenféle piros aranyos szendvics. Piros aranyos szendvics, sonka, tekercs, érted? Hát azért ott nagy dolgok voltak, majonézes kukoricás. Tömted nagyon bele, szállt a konfetti mindenki csákóba, és tök jó volt, mert fújhattál egy trombitát úgy, hogy senki nem szólt rá, hogy trombitát fújsz. A komolyabbaknál már eldurrant egy-egy petárda, de akkor az még azért nagyon-nagyon hárnak számított, ha gyerekkorodban valaki petárdához jutott, maximum a rózsapatrós pisztolyoddal lőtték kettőt a levegőbe, úgyhogy... Szét ne szórd a konfettit, csak az udvaron! Igen, és lementél, és akkor kimerészkedtél, sétáltattuk a kutyát délután, de már egy-egy petárda, egy-egy ilyen, hogy is mondjam, csak trombita, hogy beleszólt a napba, és úgy érezted azt a kaotikus hangulatot, ami egyébként nyilván nem volt kaotikus, tehát gyerekként úgy élted meg, hogy ez most egy kicsit más, ugye? Hát és nálunk nem is voltak akkor még ilyen petárdák, tehát házilag készítettünk ilyen jó kis dolgokat, mint például a pingponglabda belecsavarba egy kis alufóliával, igen. És egy ugye keresztül tudtad a tréfát, Jani, de... Igen. És ha olvad ki belőle a műanyag. És igen, és így forgott, igen. Mint az állat, és hiszem, hogy a büdös lett egy perc alatt. Igen, szóval így a koktélkréket, tényleg. Hol volt még akkor koktélkréket? Ropi, Nógrádi Ropi, az van. Volt, nem koktélkréket. Parabola helyett szuperbola volt, néhány csöcsi csajzit elkapott. Igen. Isten nyugtass, a zseni volt. Igen, jött a Super Bowl a néhány csöcsös csajjal. Ez volt a szignál. És mindig mutattak, nagyon... alig vártad, mert nem érted a politikai humorból, semmit nem értettél, mert az még fiatal voltál. De a cickókat vártad, de a cickók jöttek, és tudtad, hogy jönnek a cickók. Tudtad, hogy hova kell nézni, mert ott volt két ellopott cickó. Igen, és ilyen Magyarországon nem látható, nyilván jogdíjat semmit nem fizettek, de ilyen filmrészleteket valahonnan leszettek, és beraktak. Teljesen indokolatlanul hirtelen megjelent egy csaj, elkezdett ugrálni, megindultak a mellek, és utána pedig így jött valami, megint valamilyen kádársavazó, vagy nem tudom milyen. Tényleg. De az nem is érdekelt bennünket, a senkit vártuk. Senkit nem érdekelt. Meg azt, hogy végre kimessünk az 50-es villamoshoz, és lerakassunk 20 darab gyufás dobozt a menetirányra szemben, a sinekre. Igen. Nektek igen. Nyilván ez mondjuk új kigyorsan nem volt meg, mert kevés villamos volt, de ez nagyon nagy munka. Mi a lovaskocsik elől ugráltunk, öcsém. Na, hát bármikor mi is vonat közelbe kerültünk, az, hogy 20-as tettünk a síre, persze. Ja, hát az a legnagyobb persze. Vártad, hogy kilapuljon, a legnagyobb erekje volt a kilapított 10 forintos. Abszolút. Igen, csak a gyufás doboznak hangja is volt. Igen. Én a régi szilveszterből a Házaspárbaj című színészpárok rohadt modoros vetélkedőre emlékszem Antal Imbus műsorvezetésével. Na, azt nekem már nincs meg, nekem de el tudom sincs. Képzelni, hát hogy kolonnagyai rettenetesen modorosan alakítanak valami vetélkedőt. Nem, mi volt akkor a műsor? Volt talán egy Gávőgyi show, egy Szeszélyes évszakok, egy Szuperbola, talán ez Hoffi. Így lement. Hoffi nyomott valamit, ugye, mögött a himnusz, és úgy átcsendesedtél. Kós János. Újévi köszöntő akkor is volt, nem? Én arra nem emlékszem. Is. Én nem emlékszem az újévi köszöntőt, tehát az nekem már nem, mert szerintem volt, mert tudom, hogy utána mindig álltunk, és mondtuk, hogy úristen, de borzalmas mindennek. Ne, tudod, mi volt éjfél után? Egy ilyen sopánkodás, hogy minden sokkal drágább. Az is, de a tévében meg ilyen zenekosár volt, nótákat nyomtak, és aki még szeretett volna táncolni, ahogy a Jani mondja, kiváló Kós János kislány a zongoránál című alapvetése. Egy kis arackalacival megfűszerezve, ilyesmi. Meg volt valami nagy film általában. Tehát, hogy éjfél után volt egyszer egy valami nyugat, vagy akár, tehát, hogy valami nagyon nagy filmet akkor leadtak. Bud Spencer filmet adtak, vidám filmek mentek, nem? Benny Hill Show.
Az is ugye. Írják, hogy Benny Hill is ment egyébként, tényleg Benny Hill show volt. Benny Hill show, tényleg. Emberek rohangálnak és ütik egymást pingpongütővel. Igen, Lárpullár is ment, ugye tényleg írják. Hát az Lárpullár az új kor. Hát az is, igen, de nagyjából fiatalkorunk, gyerekkorunk. Hát a Lárpullár nekem általános iskola, meg gimi. Tehát mi még adtunk elő Lárpullárt az általános iskola végén, meg a gimiben. Tehát az is azért még a gyerekkor. Jó, nem a 6-8 éves gyerekkor, de a 10-12 éves gyereken azért az ment. Jó kis Lárpullár. Egy jó kis buborék. Ja tényleg, meg volt az uborka. Úristen! Úristen! De várj, az nem szilveszteri volt, az egy rendszeresen havonta jelentkező műsor volt, nem? Havonta volt, de szerintem szilveszterkor leadták ezeket a nagy klasszikusokat. Tényleg Nagy Bandó, Óvakodj a törpétől. Óvakodj a törpétől, jött egy menőmanó, Óvakodj a törpétől, egy Nagy Bandó, igen, egy uborkat. Ezek voltak a nagy szilveszteri műsorok akkor, tényleg. Óvakodj a törpétől, hogy féltem tőle gyerekkoromban, te jó Isten. És hát a szeszélyes évszakok. És a menőmanó, várja, menőmanó, az úgy ment, hogy volt a menőmanó, és akkor utána ment a nanu-nanu. Arra emlékeztek, hogy menőmanó ment, lementek. És akkor egy úr az űrből utána. És akkor jött az úr az űrből, de igen. De a szombatesténként volt. Ú, de kár, hogy nem tudok bejátszani zenéket, most mennyire betolnám a menőmanót, meg az úr az űrből zenét, meg ezeket. Na, hopp, na ez megvan? Köszi, Zsú. Ez már te vagy? Most is leütöm az ongorához. Hallod, egész jó vagy. Noel, hogy csináljam, Noel? Dezse. Ez volt a menőmanó? Igen. Figyelj, de azért belegondolsz abba, hogy egy rohadt pálcik ember magyarázott nekünk, és annyira kevés volt az inger, hogy nekünk azt szerettük? Hogy egy ilyen vonalakkal rajzolt ember lefele mutogatott. Jó, de olasz volt. Az olasz volt az eredeti? Olasz volt, igen? Azért menő. Manó. Menő Manó, Jézus Mária. Atya Isten. Na jó van. Csinálunk majd egyszer megint egy ilyen nosztalgiadást, hogy meghallgatjuk ezeket a nagy klasszikusokat. Oké, okay. Ja, és hát a boom játék, amiből aztán mi is boomozunk, ugye? Emlékeztek? Hát az eredeti boom. A szilveszteri boom. A szilveszteri boom az, amikor ugye lőtt. A pezsgővel lőttél, persze. Jézus. És mit kellett eltalálni? A pezsgős poharat? Pezsgős üveget kellett eltalálni, vagy valami poharakat. Nem, azzal lőttél, nem? A pezsgővel lőttél. Pezsgővel lőttél, és mentek így fölül balról jobbra, vagy jobbról balra mentek. Talán a poha, lefordított poharak, vagy az ajándékcsomagok, és azokat lőtted el a boommal. És ugye ez nagy klasszikus, hát ezt mindig elmesélem, volt egy csávó, aki 6 szó mellé lőtt, és kérdeztem is azért, hogy uram, nem látja? Nem, egy utcai fülkéből telefonálok. Becsörgött a csávó. Hogy ő most és adásba került, és semmit nem találta, és elmondta, hogy utcai fülkéből telefonálok, nem látom a tévét. Na jó van, jövünk mindjárt. 8 óra van, 1 percet, tessék készülni a 9 órára, itt vagyunk mindjárt a hírek után. 8 óra után 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, maradj otthon, home office, mi ide nekünk, valaki az M0-ás Sziget Szent Miklósnál állt, vannak dolgok gyerekek, amik nem változnak, ha már késik a nullás áll, koronavírus ide vagy koronavírus oda, ez abszolút, hát ez egy állandó történet, úgyhogy vannak dolgok, amik abszolút nem változnak. Na, mi pedig itt vagyunk, és már is folytatjuk. Nagyon sok SMS, nagyon sok Viber üzenet, nagyon sok fénykép, amit már kapunk. Képzeljétek el, valaki elküldte, hogy ő már úgy várja a kiállás pillanatát, hogy magyarországi zászlót rajzolt az arcára. Köntösben áll most még éppen, de zászlót festett az arcára. Köntösben. Kaptunk ilyen. Bele sem merik mondani, mi lehet a köntös alatt. Igen, zászlót festett már az arcára, tehát ő már így készül. Van, aki azt írta nekünk, hogy mi most indulunk az alagúthoz. Várjuk a kiállás pillanatát, készítünk videótervénk, szerint a forgalmat is leállítják, ha kell, és lehet egy picit, úgyhogy gyerekek ott a Karkádám teret mindenki kerülje 9 órakor, vagy ha látok éneklő embereket, akkor ne bántsátok őket, hajrá Magyarország, hajrá kiállás pillanata, hajrá halott pénz, hajrá Balázsék írta nekünk egy hallgató, köszönjük szépen, Gábor, akik éppen útban vannak az alagúthoz. De közben rengeteg fotó, rengeteg SMS, és hát mindenki írja, hogy készül, és nagyon várja a dalt. Ugye 9 óra után, a hírek után még egy kicsit bejelentkezik Dávid, már beszélget velük, és aztán leadjuk a dalt. A dal az nem élőben lesz, mert hogy egy dalt adunk, tehát a magát a halott pénz dalt, de nem fogunk élőben ráénekelni pont a csúszás miatt, hanem ti halljátok a saját tempotokban, a saját rádiótok online készüléteketek alapján a dalt, és akkor kell, hogy énekeljetek velünk együtt, megcsináljátok a videót,
és aztán azt elküldjétek nekünk hashtaggel, ugye a kiállás pillanata, hashtaggel ugye az Instagramra, vagy pedig a rádió egy Facebook oldalára kellene ezt majd feltölteni. Mi pedig ebből utána vágunk egy közös rádió, egy Balázsék halott pénz klipet, és hát reméljük, hogy sok-sok üzenetet kapunk majd. Úgyhogy töltögessétek a videót. Facebookra egyébként tényleg nem kell a 3 percet elküldeni. Levághatjátok, lerövidíthettek, kivághatok belőle egy refrént, ezt már minden telefon tudja, hogy egy kicsit rövidít a videón, de ha jól esik, akkor küldjetek el az egészet, ahogy szeretnétek. És egy nagyon fontos dolog, hogyha nem tudod a szöveget, akkor énekeld maszkban. Mert akkor van, nagyon nem látszik. Így van, szeretnénk látni maszkosan. És tudod, mire fogni? Hogy hát jó követő állampolgárként te olyan helyen vagy, ahol meg felszólított a munkát attól, hogy hordjál maszkot. Tehát ugye erre abszolút. Igen, abszolút, és utána pedig... Igen, megtaláltam Emilia Weiber üzenetét, Mici küldt el nekünk, mi már nagyon készülünk, Magyar László felfestve az arcára, tehát lila köntös, csak mondom, tehát ő már így készül, úgyhogy nagyon jó. Azt az ember mit meg nem tesz azokért, akikért rajong, írja nekünk Viki, mi a párommal éjszakai műszakból maradtunk fent a közös éneklésért. Köszönjük. Minek mennek az emberek az alagúthoz? Írja valaki. Nem szabad? Micsoda, Mária? Nem szabad, gyülekezni. De ők ketten vannak, ők ketten még gyülekezhetnek. De ő bolond, mindig írogat nekünk, ő igen, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy nem, neki már reggel baj volt a műsor, hogy miért úgy mondjuk, aztán miért ezt mondjuk, aztán miért úgy mondjuk. Ne, ő a tipik, miért mennek az ember az autót? Megfertőzik egymást! Mi az a közös hacsacárió? Ketten mennek, csak énekelnek egy kicsit, ismerik egy, miért mennek az autót? Pihenj egy kicsit, Robi rátfér. Robira nagyon rátfér. Robinak az SMS-ét el olvasom, csak mindig törlöm azonnal, mert látom, hogy valamivel zsibasztani fog bennünket szegény. De hát nyilván rajtunk vezeti le, ezzel sincsen semmi baj. De Robikám, egy kicsit megpróbált élvezni a műsort, lehet, hogy neked is könnyebb lesz. Nekünk nem lesz nehezebb, ha írsz. Az biztos. Ez a kiás pillanata... Már jönnek a képek, hogy készülnek a hallgatók. Igen. Küldhetitek ide a Viberre ilyen előképeket. Nyugodtan. Nekünk, ez tök jó. Itt egy pécsi, szerintem anyuka és a lánya áll az ablakban, tök jó. Igen, nagyon jókat kapunk. Közben kérdezi valaki, hogy itt Szlovákiában is fogunk énekelni, kemény 10 fős csoportot sikerült rászednem, hajrá Balázsék. Igen, de tényleg fontosan kapjuk az írásokat. Valaki kérdezi, hogy ez a postásokért szól le is ez a dal, ugye, hogy én ott leszek, mikor feladnád. Így van. Képletesen is, ugye ott leszek, mikor feladnád. Meg hát a postások, gyerekek, azért az a meló, amit ők csinálnak például, egy csomószor maszk nélkül látom én is őket. Jönnek, mennek, kézbesítenek rendületlenül. Tehát, hogy azért ez egy komoly meló, nekik is. Meg hát mindenkinek nyilván, szóval hogy ez a maga életterületén ezt mindenki így vagy úgy megérzi. Nem is szabad különbséget tenni, nem? Mindenki küzd, mindenki nagyot vállal, nyilván van, aki még nagyobbat, de hát ez mindenkinek szólhat ez a dal. Igen. Hát és azt a bolti eladók. Hát és a bolti eladók, így tehát, van. Hogy az a szétgáljázzák magukat reggeltől estig. Igen. Kiállás pillanata, nem fogok énekelni, mert a kihalás pillanata lesz a környékem, de lélekben veletek ezt. Húsdíler küldte nekünk. Igen. Már nagyon készülök, magas sarkú szoknya, kivágott felső, blúz, laza, smink, szép leszek, Barnabás. Figyelj, videóklipet csinálunk, nem a hang számít. Majd mindenképpen dobjál majd egy ilyen kis szexi képet a Viberen. Barni. Na, úgyhogy oké. Na, hangolunk egy kicsit akkor? Megnézzük? Mert csináljuk. Jammelünk egyet? Jammal? Jammelünk egyet? Hú, ez mi volt? Dumbo? Csak leírt a vége, Jani. Leírt a vége. Én ott leszek. Na, mondjad az akkor menetét. Hogy van ez, Ferenc? Mondd el az még eredet... egyszer. Én nem tudom, hogy fogok egyszerre gitározni, meg énekelni. Tehát Ne fogjál egyszerre gitározni. Azért, mert az eredeti dal az deszben van, tudom. De játszhatjuk úgy is, csak gondoltam könnyítésként mondom, hogy akkor toljatok egy deszperádót. Na igen, mondja ezt, Feri, hogy? Igen? De D-dur. Igen, D-durban indulunk, igen. Igen. Oké? Okay? Aztán G, H-mol, A-dur és D-dur. Ennyi van hát, benne. Hát figyelj, ezt is tudjuk. Azt nem, ezt Feri mondta. Ezt csak mondta. Az nem biztos, az éneket játszol egy kicsit, tedd alá egy kicsit. Tudod azt a kavarósat, tedd alá, tedd el egy kicsit, figyelj. Oké, okay, na, figyelj, Jani, te gyere velem szövegbe, jó? Na már, mi mit tolunk?
Hát ezt, most egyelőre ajánlsz a halott pénzt. Utána majd ja, jó. Csak na. Nagyon. A repet is nyomod? Nem, most csak mi? Az első verszakod. Jó? Na. Csak tedd közelebb a mikrofont a gitárhoz. Mi jó. Janival éneklünk, te nyomd a gitárt. Csak hogy jó. Szóled? Ferincs a fejeddel, amikor be kell szállnom. Tessék. Oké. Okay. Ott leszek. Ott leszek. Ne, Jani, késsel. Hogy? Parancsot. Amikor a fejét. Jó, akkor ez egy, két, há, akkor úgy, jó? Oké, egy, két, há, Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet hajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összerült veled. Teljesen. Na most mi egymáshoz képest is késünk? Igen, ezt akarom mondani, Jani, te hányas voltál ritmusból, énekből, szolmizálásból, szolfésből? Én megbuktam kétszer. Évet ismételtem ritmusból. Ritmusból buktál? Aztán pedig felmentést kértem. Ritmusból és bookfencből buktál. Igen, ebből a kettőből volt papírom, hogy ezeket sajnos nem végezhetem. Kötélmászásból átmentél? Abból na nagyon jó voltam. Na figyelj, gyere egy kicsit, próbálj meg előbb belépni. Igen? Jó? Na figyelj, oké. De mikor? 4-9-kor? Na kezdjük előről, Feri. Oké, egy, két, há, és... Én ott leszek, mikor fel... Ja, jó, oké, jó. Akkor egy levegő, tehát 1-2-3, levegő, és úgy. Jó, oké, na, még egyszer. Na figyelj, ide valaki. Jó, figyelj, oké, most már én is kimerek állni. Na, gyerekek, ezek. Oké, újra, bocs, Feri, újra, bocs. Ugye, az jó nekem, ha ti elkezditek, és én majd beszállok az oknál. Jó, jó. Oké, mondd azt, hogy én, és akkor... Jó. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled. Teljesen. Az a baj, hogy a gitárhoz képest is késsel. Igen, nem az a baj, hogy az énekem miatt én kevésbé hallom a gitárt. Magadhoz képest is. Igen, hát viszont ha én éneklek, nekem az annyira hangos a fülesem, hogy én nem hallom a gitárodat. Tehát jók vagyunk, gyerekek, mint Stevie Wonder és Ray Charles együtt, olyanok vagyunk. És én tökre örülök, hogy csak ezt mondod, Feri, hogy csak ez az egyetlen baj van, hogy a gitárhoz képest. Én úgy érzem, egy picit több baj van. Figyelj, nem, szerintem a hangszíned és a dallamkövetés az zseniális. Jó, abszolút. Az nagyon jó. Na, azt mondják, hogy Jani, táncold, inkább a port jobban bírom. Nagy duma. Inkább táncoljunk a port jobban. Gyerekek, ezzel akarunk nekem erőt adni, hogy ez itt nem az énektudás számít. Nyugodtan álljál ki, énekelj. Mi se tudunk énekelni. Nem is ez a dolgunk. De hogy, tehát most szerettük volna azokat is meggyőzni, akik meg vannak ijedve attól, hogy milyen hangjuk van. Senki nem azt fogja nézni. Legyen jó sok mindig videó, a színpadi jelenlétemmel arattam le a legnagyobb sikeret. Tehát nem annyira az ének, hanem ott. Tehát, hogy ahogy megjelennek az Na nyomjuk el a másikat, amivel készültünk, meg készültünk egy dallal. De na, az se lesz jó, csak mondom, de... Tuti nem lesz jó, de nem is az a lényeg. Hát Jani, tudjuk, nagyon Jani. Jól, akkor az... Akkor meghívtuk volna az eredeti előadókat egy kis... Jó, mi csak gitározunk, Jani, te énekelsz. Ez na, most a te dalod. Oké, ez a te dalod lesz, jó? Oké, ez a tankcsapda egyszerű dal, ugye? Nyomjuk el a kicsit a gitárt először, hogy is van, Feri? Na. Biztos, hogy csúszni fogok. Ez az akkordmenet, 4 akkord. Igen. Egyszerű dal, tankcsapda. Néha úgy hiányzik a marihuána, mint a hercegnőnek a Don Juan, ha az erkéről a szemébe néz. Vonza, mint méhet a méz, meg az a srác, aki... Várj. Feri, tedd lejjebb a kamerát, mert én is lejjebb rakom, látjuk egymás kezét, és akkor látjuk, hogy egyszerre tudjunk gitározni. A ritmust! Látom, hogy hol tartasz, persze, hogy a gitáromtól, meg a Jani énekétől, én már nem hallom a gitárodat, viszont ha látom a kezedet, akkor tudunk egyszerre menni. Én azt hiszem szétkapcsoltam magam. De tök jó lukácsosan hoztad, Jani. Tehát egy tankcsapda egyszerű dal. Jó, Lukács nem egy dájó. Igen, és most mondják, hogy most nyom egy kis... Most lesz jó. Már nem látom a kezedet most se. Há most, nekem a bal, hát csak... Nekem a bal kezed kell. Nem, azt mutogatod, igen, a jobban azt látom. Ja, nem a pengetés kell? Nem, hát nekem az akkor... Nem, nekem a pengetés meg az akkor, mert megvan, de úgy tudok ritmusba menni veled, ha látom a kezedet, a bal kezedet, mert akkor látom, hogy hol tartunk. Mert... Gyerekek, ez komolyan, ne alakítsatok zenekar digitálisan próbálva. Igen, ez nem egyszerű azért. Megőrülhetőleért. Ja, várjál, hogyha jól értelmezem, most Feri kezét akarod látni, hogy mit csinál? Nem, az már durva lenne, azt kéne látom. Hogy fogod a gét, Feri? Hol van? Melyik bunt? Nem. Tudom az akkor menetet, hogy lássam ritmusban a kezét, mert akkor tudok vele együtt menni.
most jó volt. Hát de jó, csak nem marad így, mert nekem nincs olyan profi tartó, mint neked. Hát. Na. Igen, Balinak a felszerelése profi. Figyelj, Jani! Na látod, figyelj, most már egyszerre megy a két gitár. Tessék! Néha úgy hiányzik a marihuána, mint a hercegnőnek a Don Juan, ha a szerkéről a szemébe néz. Vonza, van még ott egy C, Feri. Itt nincs. Az a srác, akit már te is láttál, és tudtam, de jól, van egy C, Feri. Állja magát. Erre a szöveg részre nem emlékszem, hogy van egy C. De mégsem hittem volna, hogy a végén előveszi a pisztolyát. Ez csak egy egyszerű dal, semmit nem akar. Néha ilyen is kell. Ez csak egy egyszerű dal, semmit nem akar. De ennél többet nem árulhatok el. Itt már jössz vissza. Figyelj, csak a szöveg alatt nincs C, az csak a verze, az átkötő részben van C. A ref, vagy a verszak alatt csak E-mol, G-dur, D-dur, G-dur. Jó, tudod, én nem jutottam el a Muszi Dobaiba. Várjál, a Muszi Dobai nem tanította. Na, de jó, jó vagy, Jani, csak legyél egy kicsit dögösebb. Dögösebb? Dögösebb, legyél egy kicsit lassabb. Jó? Vagy mi, nem tudok egyszerűen lassabb és meg dögösebb is lenni. Csak egy dologban tudok előre lépni most. Vagy lassabb vagyok, vagy dögösebb. Előről? Na figyelj. Várj, akkor elkezdjük, okay. Akkor rendesen előről? De előről, előről. Most. Figyelj. Figyelj. Na. Na. Nyomhatod. Jó, várj. Igen. Játsszam el az elejét még egyszer, jó, figyelj, rajta. Várj, de akkor nincs, hogy készüljek már. Mi, fölveszel egy parókát, vagy mivel? Na, figyelj. Mit csinálsz, kibúzazod magad. Oké. Okay. Akkor. Tessék. Hiányzik. Na mi van, Jani? Hol vagy? Hova? Itt vagyok. De mi, alszol? Te vagy? Most vagy, tudod, most van. Na jó, most van, figyelj. Jó, szóljátok, amikor kell. Jó, jövök, itt vagyok. A izé helyett mondjál valami mást, a izé helyett. Tudod, hogy valami mást mondjál izé helyett. Ja, van valami más, de ez egy dal. Oké, hogy egy dal. Ez egy jó, oké. Szerintem is egy dal, csak tudod. Ja, jó, hogy nehogy szóljanak érted. De egyébként ez egy, tehát konkrétan nem írtuk. Persze, én is értem. Jó. Na oké, okay. Utoljára. Mesztem, menjünk. Na tessék, csak hogy mindenki beénekelje magát, oké? Okay? Néha úgy hiányzik az irodánk ma, mint a hercegnőnek a Don Juan, ha a szerkéről a szemébe néz. Vonza, mint méhet a méz, meg az a srác, akit már te is láttál, s tudtam, jól utálja magát. Jó. De mégsem hittem volna, hogy a végén előveszi a pisztolyát. Ez csak egy egyszerű dal, semmit nem akar. Néha ilyen is kell. Ez csak egy egyszerű dal, semmit nem akar. De ennél többet nem árulhatok el. Jó! Na, Jani, hát nagyon jöttem jó. Dögben. Jöttem dögben. Ja, figyelj, ott olyat jöttem dögben, hogy... Figyelj, komolyan mondom. Jó vagy, Jani! Sziasztok, lányok! Találkozunk a székben! Ne hozzatok bugyit! Vissza! Nagy vissza. Ebből lehet valami, na, gyerekek. A 90 legyen. Igen, egy gyors visszavonulás. Igen, nem egy nagyon gyors. Nem vagyunk egy halott pénz, gyerekek. Egy Marsalkó Dávid, Járai Márk, azért messze vagyunk tőlük. Írta a Lukács, hogy legközelebb mi leszünk az előzenekar. Igen, ennyi. Unplugged, elmegyünk a koncertjükbe, nyomnak egy unplugged-ot, és ezt elnyomjuk. Elnyomjuk igen, velük. Mi leszünk a tankszarka.
Körülbelül. Na gyerekek, közelítünk akkor a 9 órához, jó? Közel nagyon helyes, mert kaptam egy SMS-t, a Svábi ír gyerekek, hogy ő már a gyerekkel is ezt énekli, ezt a dalt, el is küldte videóban, tehát hogy ők már előre leénekelték ezt a dolgot, lehet, hogy 9 tanulniuk kell, vagy órájuk van, de hogy ők már előre énekelték, úgyhogy 9 órakor lesz a kiállás pillanata, tessék készülni, hangszert, ha van, akkor azt is bekészíteni. Jó, mi pedig jövünk mindjárt, mondjuk, hogy hova kell még küldeni a videót, úgyhogy itt vagyunk mindjárt 8:30, plusz egy perccel jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva, T-18 perc, ablakba kiállni, nagymamát arrébb tenni, hangszert bekészíteni, szájmaszkot levenni, ha nincs fertőzött körülöttetek, mert hogy kezdődik nem sokára a kiállás pillanat. A Svájcból hallgatunk titeket, 9-kor kint leszek az RKN 4 tömbházban, mindenféle nemzetiség lakik, most kiderül, van-e más magyar is. Puszi nektek, mi Bubuval hangolunk, ült egy másik hallgató, és elküldte a kutyájával a képet, hogy ő már egyébként kint ül az RKN egy nagyon szép kutyával, és így készülnek. A gyerekek, nagyon várom már a pillanatot, itt vagyok, egyedül leszek, kicsit fura lesz, de végignyomom. Igen, ezt akartuk mondani, Ferinek jó az ötlet, amit felvetett, hogy nyugodtan énekeltek egyedül, arra gondoltok, hogy majd egy nagy közös klipben lesztek. Megpróbálunk minél több mindenkit megmutatni, több ezer videót fogunk kapni, de hogy fura lesz, hogy egyedül énekelsz, de aztán bekerülsz egy nagy családba, egy klipbe, ott viszont meg már lehet, hogy felfedezed majd magad, ahogy a többiekkel együtt te is énekelsz. Úgyhogy ezért is fontos, hogy nyugodtan énekeljetek egyedül is akár, mert és utána küldjetek el nekünk. Itt vagytok? Menő. Persze, nagyon összevágó. Lefagytam is magam beszélni. Ittuk a szavaidat. Persze. Igen. Szóval, hogy igen, hashtag a kiállás pillanata Instagramon, itt tudjuk begyűjteni a videókat, illetve rádió egy Facebook oldala. Jó? Rengeteg SMS, kézzétek, egy taxitársaság írt nekem, nagyon helyesek, hogy kiszállnak majd a taxiból, 10-15 autóval kirakják a taxitársaság logóját, és együtt énekelnek velünk. Küldik a videót ők is. Szóval, hogy vannak közszereplők, mondom a Svábi, aki már küldte a videóját, hogy ő már a gyerekkel énekel. Közben... pár hónappal ezelőtt még nem örültél volna annyira, hogyha egy taxitársaság mérő, hogy 10-12-en kiszállnak előttetek. Ja, igen, az inkább megelepedett volna, hogy hallottuk a megszállásodat, Balázs, 10-12-en megvárunk. És egy élőképet formázunk majd a házatot. Nyugodtan küldjetek már most Viber képeket, hogy készültök, honnan készültök, rengeteg üzenet. Ki a gyerekével, ki egyedül, ki már az ablakból küldött fotót, mi Németországban melózunk, mi énekelni fogunk veletek, vigyázom mindenki, te magára, aki teheti, maradjon otthon, sajnos mi nem tehetjük meg, Janiék küldtek. Most gyerekek, én veletek lennék, de nem tudok most ebben a pillanatban énekelni, ápolnom kell egy szerettemet, nyugi, nem koronás, írta nekünk Gabi, viszont mellette kell lennem, lélekben veletek vagyok. Ausztriából mi is csatlakozunk, jönnek az SMS-ek, úgyhogy nagyon sokan vagyunk, igen, abszolút. Nyomjuk, nagyon jó lesz. Jó lesz, igen, és aztán így igyekszünk ebből minél előbb megcsinálni a klipet. Mi Angliában egy gyárban dolgozunk, és innen hallgatunk benneteket, mi is éneklünk, nagyon jók vagytok, puszi, hallgatunk titeket. Hát ha tudjátok, vegyétek föl, ezt Magdolna küldte nekünk, vagy csak csináljátok 10 másodpercet, hogy énekeltek két sort, legyétek be egy hashtaggel Instagramra, és már is megvagyunk. Azt mondja, mi Szegeden hallgatunk benneteket, Szeged is, tudom, hogy nagyon sokan erre készülnek, mi egy üzletben dolgozunk, fogunk együtt énekelni, de több ismerősen mondta, hogy különböző intézményekben szintén veletek együtt dalolnak. Írt egy másik hallgató. Ó, a buszos kollégának nagyon köszönjük, ő azt ígérte, hogy járatos buszon van, hogy a busznak a mikrofonjába fogja nyomni az utasok felé. Tökéletes. Vetest föl valakivel. Az milyen menő. De jó vagy. Igen. Nagyon klassz. Na, aztán azt hiszem, hogy ilyen SMS-ek vannak még. Igen, mi már készülünk, útban vagyunk az alagút felé, nyugi, nem fogjuk elállni a Clark Ádám teret. Veronika írt nekünk, mi Dániából csatlakozunk a kiállás pillanatához, hallgatjuk benneteket online. Tök jó, hogy nem énekeltek rá, lehet, hogy egy kicsit így késni fog, viszont tud mindenki magába énekelni, ezt már Pali írta nekünk. Igen, Veronika pedig a dániai SMS küldte. Azt mondja, hogy azt nézem, hogy hova lehet utána feltölteni. Nagyon sokszor mondtuk, hashtaggeljétek, ugye a kiállás pillanata ez a hashtag. Instagramra így tudjátok. Csak hashtageljétek be. Hát hova kell ott föltölteni? Hát nyilván a saját oldaladra mondjuk felteszed, ugye? Így van. Írod, és hogy együtt énekeltem Balázsékkal, és akkor hashtagbe berakod alulra, hogy a kiállás pillanata, és az hashtag alapján összegyűjti. Jó, állóképpel vegyétek. De az eseménybe is fel lehet, szerintem a Facebookon, rádió egy Facebook oldalán.
Azt nem vágom annyira az a rádió Facebook oldalán, ott igen. Jó mondja, ügyes, jó mondja. Tehát ez a két út van, meg hashtageled, és akkor, ha mi rákeresünk, kidobja az összeset, onnan össze tudjuk gyűjteni, vagy nekünk küldöd el a Rádió 1-es Facebook oldalon. Igen, a videón csak a mi hangunk legyen, vagy ne haladszódjon a zene, gyerekek, mindegy, ott már külön kérésre, az én hangom nem fog benne haladszódni. Valahogy. Sokan szeretnék, nagyon sokan igénylik. Sokan. Ha többen vagytok, azt is csinálhatjátok, hogy valaki lerakja a rádiót, azon szól ugye a dal online, a többiek pedig azt hallgatva ráénekelnek. Vagy odaálltok a rádió mellé, vagy fölhangosítjátok a rádiót, és követve a rádiót ráénekeltek. Vagy ha nincs rádió, nem tudjátok hallgatni, csúszik, akkor elénekeltek egy verszakot. Hát a refrént azért már mindenki tudja. Eléneklitek magatoktól, abban a tempóban, és utána elkülditek. Tehát, hogy nem muszáj még az sem, hogyha esetleg valamilyen okból nem vagytok rádió közelben, énekeltek egyet, és utána azt is elkülditek nekünk. Hát azért ez a dal, ez már tényleg YouTube-ról mindenhonnan leszedhető. Ott van, meghallgatjátok a tempót, énekeltek egyet, és utána elkülditek. Az sem baj, ha esetleg megcsúsztok, vagy két perccel tovább később énekeltek. Na, felhívjuk akkor Dávidot és Márkot. Jó, csak hogy itt vannak-e már, mi a helyzet? Hát azért ők nagyon sokat segítenek nekünk ebben természetesen, hogy ez hogy álljon össze, és hát nagyon örülnek meg mi is, hogy az ő dalukat választottuk, mert minél többször meghallgatjuk, annál jobban érezzük, hogy azért ez egy jó kis választás. Hello Dávid, hello Márk, jó reggel, ciao, sziasztok! Hello, sziasztok! Hogy vagytok? Hát mi köszönjük, nagyon jó, először egy rövid értékelést kérnénk a produkciónkról, mert nyilván hallgattátok a karantén dalolást. Van mikor fejlődni, tudjuk, érezzük. Hát én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Az biztos, hogy nagyon vidám lettem tőle, de tényleg a lényeg az, hogy tényleg nagyon jó érzés volt így hallani, igen, hogy így szeretitek, meg hallgatjátok, meg énekitek. Inkább mi járjunk a ti koncertetekre, mint ti a miénkre. Nehezen, ezt így online egy picit nehezen tettük össze. Hát, Márk, milyen a korán kelés, hogy ízlenek a reggeli fények, talán utoljára ezt gimnáziumban láttad, mert hogy tudom, hogy mindig délután kezd, fura így 3-9-kor, hogy így besüt a nap az ablakodon, vannak emberek az utcán. De valami reggel 8-es évben, és ez nem képezi szerves részét a napjaimnak, de ahogy felpattantak a szemeim, viszont akkor könnyen keltem, azért eddig vártam ezt a mai reggelt, úgyhogy nincsen probléma, hajat is mostan, teljesen kép vagyok. Látál-e már esetleg a balkonodról, vagy az ablakból egy ilyen kőműves dekoltásos közös képviselőt, aki kiabál, itt nem lesz semmiféle éneklés 9 órakor. Hát irodák vannak szemben, és igaz, teljesen kihalt az utca, úgyhogy szerintem itt egyedül fogom betölteni, de majd meglátjuk. És van egy alapvető változás, hogy most ismered azt a lányt, aki mellett felkelsz. Igen. Nincs ezzel baj. Ének egyedül, hát szegénykémnek egy irodába vagy személyen, ott most valószínűleg home office van, de hogy valójában azokat is arra buzdítjuk nyugodtan, hogyha egyedül vannak, énekeljenek, ez úgy lesz közös, hogy aztán ebből ugye klip lesz. Tehát lehet, hogy ők azt a pillanatot ott egyedül érik meg, sokan lesznek, tehát minden utcában, minden lakóházban. Nem tud ember lenni, persze. Hát itt a külügyminisztérium van egyébként, ahol vagyok, de ez dolgoznak, hogy remélhetőleg. Ők most nem nagyon tudnak énekelni. Jól van, oké, na, akkor figyeljetek, csináljuk azt, hogy 9 óra előtt akkor még egy, vagy hát hogy van, már lemegy a hírek, jó? És akkor a hírek után még bekapcsolunk benneteket egy ilyen kis pici összbeszámolásra, kicsit visszaszámoltól, kicsit elindítjuk, és aztán arra rá tesszük majd a dalocskát. Jó, legyen valami akapella hangolódás, tehát hogy mondjuk... Hogyne? Márkinek megnézem. Én meg átolok egy verzét, vagy ilyesmi. Nagyon jó, tök jó. Persze, abszolút, figyelj, mi arra számoljuk, hogy 9 óra után kicsit itt behangoltok, felhangoltok minket, és akkor utána, amikor azt tűnk, hogy kész vagyunk, akkor 3-2-1 rátoljuk a dalt. Mondjuk az a legszebb egy énekestől 9 órakor dalolást kérni, ugye már? Csak úgy finoman, ami jön. Igen, azért. A beéneklésre nem fogom kiengedni a hangomat, mert ellőni az összes puskaport, ami van itt utcában. De igen, azt majd figyeljetek, kicsit lágyosabban fogom. Képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon durva, ami van. Tehát, hogy szerintem erre ti sem számítottatok, mi sem sejtettük. Tehát itt Ausztriából, Dániából, Németországból, Belgiumból írnak nekünk. Nagyon durva. Igen, vidéki városcsokból, taxitársaságok, hogy kirakják a taxitársaság logóját, kiszállnak a sofőrök, énekelnek, közszereplők már híressége küldik a videókat, hogy ők már föl is énekelték, de még 9-kor énekelnek egyet. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon nagy hype lett ebből. Hétvégi weekend, azok, amiket éppen rámolnak ki.
Igen, igen, két betörő írt, hogy visznek egy tévét egy víkendházból, de megállnak, és énekelnek velük egy sor. És nem a vírus miatt vannak mazba. Igen. Szóval, hogy lehet... Hát nagyon-nagyon-nagyon szuper. Én nagyon várom ezt meg. Hát tényleg én is láttam, hogy így Instagram, Facebookon, hogy mennyien jelezték, hogy csatlakoznak. Ez eszméletlen nagy érzés. Eszméletlen nagy érzés, meg ennek az egésznek a részese lenni, meg... hogy így tényleg ez így elindult, ez eszméletlen jó. Igen. Aztán gyerekek maximum a vera... Nagyon szépen köszönjük. Mondjad? Csak ennyi, hogy nagyon köszönjük ennyi. Ne üljés, hát csak azt akartam mondani, hogy dalt, hát. Ha meg beragadunk októberig, novemberig, akkor két havonta találunk egy dalt. És akkor... Sanszos gyerekek, hogy sanszos, hogy megy két hónap múlva megint visszajövünk. Figyelj, van még dalotok? egyszerű dal. Bocs, megjött a gyerek. Igen. Tessék a kávé, és ügyesen énekeljetek. Köszönöm. De aranyos vagy. Jó, megjött a kávém, gyerekek, bocs, hát ez ilyen család, behozta a kicsi. Kezdek féltékeny lenni, mindig tolja magát, most már félrelök a mikrofontól, ha meglátja, hogy beszélek. Egyre jobb a gyerek. Oké. Na figyeljetek, Dávid, Márk, akkor készüljetek, hívunk meneteket még 9 után, jó? De aztán csak rövid lesz, lemegy a hírek, visszajövünk, egy kicsi hangolás, és akkor utána nyomjuk, jó? Szuper. Oké, jó van. Köszi, kacok, okay. Köszi, ciao. Hello, sziasztok, csörgünk mindjárt. Svájcból is veletek vagyunk, Franciaország is írt nekünk, úgyhogy már így hajnali 9-kor tudni fogod a szöveget. Már kiírta magának egy papírra, sugógép. Az milyen, hogy ő 10 éve nem kell korán, mennyire jó neki, nem, hogy 2-kor ijad meg. Egyébként az a durva, hogy a rádió előtt én is ilyen voltam. Tehát 11 vagy 12 évvel ezelőtt hajnali, nyilván nem volt gyerek, de hogy hajnali PlayStation-ök, a hajnali játékok, fifázás ezerrel, és ilyen 11 dél körül keltem, még zenetévé volt, meg RTL nem kellett kelni, tehát én ezt abszolút adom. Leszámítva jó hangot. Hát leszámítva a hangot, igen. Jó, a minden nem lehet. Hát, na most jó, minden azért nincs nekem se, igen. Ez, hogy én is korán később fekvő voltam. Na jól van, azt mondja, hogy valaki írja, hogy a magyar légierőtől éneklek, azt írja a légierőtől. Igen, hát igen, magyar légierőtől is. Hát az, jó, az csak jó. Annyit kérünk, hogyha fenn vagy egy grippennel, ne tapsolj. Biztos van benne robotpilóta arra 2 percre. Igen. Gyerekek, figyeljetek ide, ha esetleg legyetek találékonyak, nagyon sokan hallgatnak minket online, nem tudtok már főrni az applikációra, nem működik, semmi baj. Hallgatjátok az adást, vagy ránéztek az órátokra, körülbelül 9 óra 4-kor elindítjátok YouTube-on a dalocskát, és közben ráénekeltek egyet. Az egyik telefonról szól YouTube-ról, a másik telefonról meg énekeltek és föltöltitek. Tehát, hogy itt mindenféle platformot használjátok nyugodtan, ha nem értek el bennünket, elképesztő az online hallgatottságunk is, főleg ilyenkor, szóval, hogy nincs az a szerver, ami ezt elbírná viselni. Lehet, hogy már az apra nem tudtok följönni, van több telefon, egyiken szól a dal, másikon meg ráénekeltek, és YouTube-ról, sima internetről megy a dal. Tehát, hogy nem kell önmagában a rádió leadott dalhoz ragaszkodni, jó? Tehát, hogy tényleg mindenfajta felületen meg tudjátok ezt a dalt hallgatni. Ha valakinek esetleg nem szólunk, vagy nem tud már, vagy külföldről hallgat, és nem ér el bennünket online, megeshet. 9 órakor, akkor egyszerűen utána elindítjátok a dalt, ráénekeltek, és hashtaggel fölrakjátok, és külditek. Jó? De csak azért mondom, mert nem biztos, hogy ezek a variációk az embernek az eszébe jutnak, de hogy ha internet van, akkor ezt meg tudjátok csinálni, akár online rádió, vagy rádió egy nélkül is. Jó? Beállítottunk még egy szervert, közben látom, gyerekek lassan a NASA-tól béreljük. Úgyhogy... Igen, most 9 évben még dugjuk. Ja. Nem, csak közben Henny a rádió egyes kollégánk írt, hogy még egy szerver van, de hát most olyan szintű a hallgatottság, hogy minden letérdel. Tehát most Bill Gates jelezte, hogy Microsoftból elköntettek még egy szerverszobát. Igen, hogy a szilíciumból egy elsőtétül. A szilíciumból egy elpillanatban áramszünet van, gyerekek, hát most mit csináljunk? Igen, Elon Musk jelezte, hogy nem tud már ő se több akkumulátort adni kölcsön, hogy ez működjön. Úgyhogy, és Lukács Laci is jelzett, hogy beperel. Na, mennünk kell, hogy ez nagyjából 9-kor el tudjon indulni, mármint a hírek, úgyhogy gyerekek, ajá. Hírek után itt vagyunk, tessék készülni, jövünk mindjárt. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra. 9 óra után vagyunk, 5 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, pillanatokon belül kezdődik a dal, gyerekek, olyan, mint a szilveszter lenne, mint a évfél lenne, úgyhogy gyorsan egy kis közös próbaéneklés még Márkkal, Dáviddal, és utána akkor elindítjuk a dalocskát, mindenki rögzítse, ha pedig esetleg nem tudjátok már, mert minden streamünk, minden túlterhelt, akkor viszont énekeljétek úgy, hogy elindítjátok YouTube-ról, és éneklitek, felveszitek az elénk, hogy eljusson hozzánk a videó. Na, gyorsan akkor adunk egy kicsi alaphangot, jó? Itt vagy Márk, hello újra, ciao. Hello, sziasztok. Hello, itt Márk, hello, itt van. Meg,
Itthon Dávid is. Na, csak egy kicsi alap hangot adjunk akkor ennek, jó? És utána már is indítjuk a dal. Ciao, hello, hello. Egy refrén, egy verze, hogy csináljuk? Ennyi. Szerintem egy ráhangolódásnak ez így jó, nem? Jó, hát figyelj, már úgy kezdődik a szám is, aztán én lenyomom az első verzét, aztán akkor a Márk egy refrénnel befejezi. Egyébként csak egy info, nem tudom, hogy ez eljutott-e hozzátok, de nekem egy csomóan írták, hogy annyian hallgatják online, hogy így a szerver így kezdett izélni. Ja, nagyon durva. Mi nekik mondtuk, hogy indítsák el YouTube-ról, vegyék föl, énekeljék el, és utána töltsék. Tehát ez persze abszolút elképesztő. Nagyon durva. Annyi, hogy akapellában nyomjuk. Az a legjobb, akkor nem csúszott alap. Oké. Okay. Na, kicsi hangolás, nyomjátok. Én elővettem egy gitárt. Ja, azt csinálhatod már, csak mi nem adjuk alá a zenét. Jó, és ez még csak elkészülés. Jó, kezdheted, abszolút, persze, abszolút. Jó, hát ez reggeli ének hangom. Jó. Nekem az esti is. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Hey! Összesen álmokból recycling. Ja, várjál, ne gitároz rá a verzére, nem? Júi, de jó! Csak a hangolás, mondjuk mindenki elkezdjük, csak a hangolás, mi nyerünk. Oké, okay. Jöhet a verze, gyerünk. Végre valami párhuzam köztünk. Figyelj. Okay. Összetört álmokból recycling. Régen előre vittek a vitáink. Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. Jani? 0-30. Munkanélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom. Balázs! Az esküvődöm, majd DJ-zek! Yeah, ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Feri! Mit tudom én, hogy mi a szöveg? Akart, és várjuk együtt a tavaszt! Gyere, maradj, ameddig akarsz én! Várjuk együtt a tavaszt én! Én ott leszek, mikor feadnád, ez a legjobb. Amikor a fejedet lehajtanád, én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Gyerekek, oké, nagyon jó, köszi az akapellát, köszi az ország ráhangolását. Nagyon cukik vagytok, nagyon helyesek vagytok, köszönjük szépen, nem egyszerű azért ezt is szinte vakon nem halva semmit. Gyerekek, indul a dal akkor, jó? Mindenki rögzítse, mindenki énekeljen, hajrá Istenre, küldjétek a videókat. Jó? Na, hát akkor nagy szeretettel az egész országnak énekeljen mindenki. Jövünk a dal után, hajrá, nyomjátok! Én ott leszek! Teljesen. Hajrá, magyarok! Hajrá, Magyarország! Jaj, de jó volt! Főleg végén. Hello, Dávid! Hello, Márk! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Újra, ciao, hello! Sziasztok! Ez konkrétan szilveszteri hangulat, tehát, hogy nagyon az. Nagyon durva. Közben olyan SMS-ek, olyan videók már most, mindenki dudál, nyomják a dudát, jönnek a fotók, jönnek a Viber üzenetek, fagy a Viber, nagyon durva. Én most is nagyon nézek durva, egyébként az interneten keresztül, ahogy egy anyuka a két gyerekével áll a teraszon, igen, és mind a hárman egyszerre énekelnek és táncolnak. Nagyon komoly. Nem tudtam bőgés nélkül énekelni. Gyerekek, ez konkrétan megható volt, a lépcsőházban rengeteg ember állt kint, együtt énekeltünk. Köszi, hogy ezt összehoztátok nálunk, voltak külön éneklések, de most az egész tömb együtt énekelt, elképesztő volt. Vezetés közben dolgozom, énekelek és sírok, nem tudok videózni, ez a pillanat örökké a szívemben fogom őrizni. Köszi Rádió 1, köszi Halott Pénz, köszönöm Magyarország, írta nekünk ezt valaki néhány percek 9 óra után. És hát rengeteg ilyen üzenet. Dávid, Márk, nektek is köszönjük szépen, nagyon. Mi köszönjük. Nézzük a videókat. Lájjuk, abszolút. Márk, aludj vissza akkor, jó? Aludj. Majd délután. Vagy most már maradj ébren, nézd meg, milyen a reggeli fest, nézd ki kicsit az ablakon, látod, hogy ilyenkor is van éve, napos kicsit, jó? Kellemes. Igen. Köszi, srácok, vigyázzatok magatokra, nagyon köszi, küldjük a klipet, jó? Sziasztok, köszönjük szépen a Halott Pénznek, köszi, ciao, sziasztok, köszönjük szépen. Sziasztok.
Szóljatok az első koncerten, ott vagyunk élőben, elénekeljük veletek. Igen. Egyszer egy közös, ezt elnyomhatnánk velük, meghívhatnának, igen, egyszer. Az első koncertjükre, ami lesz majd, ha véget ér az egész őrület, ezt a dalt velük együtt kéne énekelni egyébként, igen. Gyerekek, külföldön a buszos ugye? Kolléga küldte azért a videót, óriási, megy a busz és énekel végig, de szuper. Figyelj, nagyon durva, nekem lenne is hat a Viberem, tehát hogy őrület van külföldön, már csak az SMS-eket látom, külföldön vagyok, fuvarozó férfiként, annyira átjut az érzés, hogy ezt az egész dal, az egész ország énekli, elsírta magam, nagyon köszi, mert hogy ez szerintem mindenkinek szólt, nekünk is, írja egy másik buszsofőr, igen. Gyerekek, ez nem ment sírás nélkül a hideg ráz. Azt mondja, hogy sohasem nem gondoltam volna, hogy a szomszéd Bélának ilyen jó hangja van. Azt mondja, hogy igen, sziasztok srácok, őszinte leszek, én sírás nélkül nehezen tudtam volna felvenni a videót a lányokat, mert engem teljesen elkapott a sírás a félelem miatt, büszke vagyok rátok, és az emberekre, hajrá magyarok, hajrá Magyarország. Hát igen, ez pontosan erről szólt, hogy ezt most egy kicsit így közösen élj át mindenki. Köszönöm Jenő, én is bőgtem, pasi vagyok, tudom, nem szégyen vagy nem szégyen, tudom, de én is elbőgtem magam a kocsiban. Libabőrös volt, nagyon köszi, tudtam együtt énekelni a dallal, az utolsó pillanatban kapcsolódtam föl online, óriási mázlim volt, tudom, hogy sokaknak nem sikerült. Kint álltam az erkélyen, a felső szomszéd lekiabált, hogy kussoljak már, nem baj, énekeltem tovább. Én ott leszek. Igen. Isten, azt mondja, nálunk mindenki leszarta, egyedül énekeltem az erkélyen, üvöltött a zene, de sajnos le kellett halkítani, mert jöttek a rendőrök. Az egy keményebb környék lehet. Gyerekek, és hát rengeteg üzenet, nyugodtan ti is láttok, olvassatok, mert hogy nagyon-nagyon sok, nekem végem. A Viber az olvashatatlan olyan tekintetben, hogy egyszerűen nem lehet rajta megnyitni semmit, mert lefagyott, olyan mennyiségű üzenet érkezett be. Mondjuk teljes. A videókat igen. Ne ide küldjétek, mert a Viberünk az attól könyökölt most az el. Nagyon fontos. Tehát, ne ide jöjjön a videó, azt ugye a rádió nem. Egy Facebook oldalára kell, vagy a sajátodra vagy kiteszed. Vagy a saját oldalatokra. Hashtaggel. Így van, és drága hallgatók, ezt összeszedjük. Tegyétek fel a saját oldalatokra, hogy énekeltetek, ezt reméljük elégszer mondtatok, tegyétek ki... Egy rövid videót vágjatok bele, fél percet, tegyétek ki, hogy én is énekeltem, Halott pénz, Rádió 1, együtt a fiúkkal, együtt a zenekarral, együtt a Halott pénzzel. És akkor ezt megtaláljuk. Így van, és kidobjátok, hogy hashtag a kiállás pillanata, és akkor az utána mi már elkolbászolunk hozzátok, és azt megtaláljuk, letöltjük, és hát mérhetetlen mennyiségű üzenet. Mi együtt énekeltünk kint az állatokkal, kicsit furán néztek ránk, hogy mi történik, nem baj. Gyerekek, nálunk konkrétan mindenki kint lógott az ablakba Miskolcon, nem láttam még ilyet, pedig volt néhány közös éneklés, írja Kata. Mindenki kint lógott az ablakba, együtt énekeltünk, olyan volt, mint valami rögtönzött Halott pénz koncert, az embernek lútbörös lett a háta. Írja ezt nekünk Ica Miskolcról, sajnos nem írta meg, hogy Miskolc melyik részéről, de ott ez egész tömb, valószínűleg egy 10 emeletes tömb, kint lógott az ablakban, és mindenki együtt énekelt. Eladóként dolgozom, magamban énekeltem, libabor is lettem, és könnyeztem puszi mindenkinek. Audrey, jó volt ezt még így egyedül is megélni. Kimentünk a lovainkhoz énekelni, gyönyörű idő van, nem reklamáltak. Igen. Egyedül álltam az erkélyen Szolnokon, nagyon jó volt. Sok ilyet egy másik szolnoki hallgatónk írja, hogy 12-en álltak nagyjából különböző gangos teraszos részen, ahol ő lakik, és ott is énekelnek. Ausztriában futár vagyok, 3 konkurens cég dolgozói együtt énekeltünk. Mindenki magyar. Gyerekek, nem tudtam énekelni, végigbögtem az egészet, eszembe jutott egy csomó minden, hogy mi megy keresztül az ország, de higgyetek el, ezen is túl leszünk. Sok erőt kívánok mindenkinek, vannak, tudom, hallgatók, akik nehezebb helyzetben vannak, mint mi, de higgyék el, hogy ebből csak erősebben fogunk majd kijönni, ha ennek vége lesz, már pedig egészen biztos, hogy vége lesz. Le kellett parkolnom, mert bőgök, köszönöm, fiúk, jött egy SMS, nem tudjuk, hogy fiú vagy lány. Hidegrázós, könnyezős volt, királyság, én is énekeltem, Tibi írta nekünk Hollandiából, hát gyerekek, özöllenek az SMS-ek, Amerikából írtak nekünk hallgatók, hogy fennmaradtak New Yorkból, New Yorki magyarok, akik szintén együtt énekeltek, pedig ott most már nem tudom, hajnali 3 van, vagy 2 van. És hát még nem beszélve a sok-sok Viber üzenetről. Töltsétek föl, jó? Nem törődni a cinikus barátokkal, nem törődni senkivel, dobjátok föl a saját Insta oldalatokra, és hashtageljétek, vagy pedig a rádió egy Facebook oldalára. Az se baj, ha oda nem 3 percet töltötök, hanem kivágtok belőle egy refrént, vagy amit szeretnétek, jó? Uh-huh. Burkoló vagyok, a félkész fürdőszobában énekeltem, küldöm a videót, Zsolti küldte nekünk, megsirattatok, szemetek. A lakóparkban akkor jöttek a kukások, amikor daloltam. Istenem, és... Na bum. Egy nagyon friss adat, 55.669 hallgatónk követett minket az online streamen keresztül. Ja, 55.669, hát nem meglepő, hogy ez abszolút csúcs a mai napon is. Igen. Én nagyon várom a videóklipet, srácok. Ez iszonyatosan jó lesz.
ha jó össze tudjuk rakni, nyilván rengeteg anyag bejött, egy csomó arc, mindenki majd keresgéli saját magát. Lehet, hogy többet is kéne csinálni, többféle vágatot. Igen, egyedül álltam az ablakban, néztem, sírtam, nem videóztam, de nagyon jó volt. És napesemes is megjött. Oké, fiúk, behangoltam. Kezdhetjük. Képen van. Az ilyen beteg állatokat. Jó, jó. Igen. Úgyhogy igen, 59, ez majdnem 60 ezer, azt kapom már az új infót, hogy 59.347, tehát közel 60 ezer. Ez csak a szerver, amit elbírt, ugye. 60 ezernél kezdtünk fagyogatni. Úgyhogy, hát igen, sok országból jöttünk. Tirolban is énekeltünk, Pécsen egyedül voltam a teraszon, Fonyót, Balaton fenyves, és veletek énekelt, nagyon sokan voltunk, szájmaszk varrás közben énekeltem, Szilvi küldte nekünk, Rákóczi faluban a kutyával énekeltem, kanizsaiak rohadtak, rajtam kívül senki nem énekelt, ez nem biztos, csak ott, ahol telaksz, ott nem énekeltek, biztos vagyok benne, hogy kanizsán is énekeltek. Na, bocs, csak valami gyerekek, ha kitört a háború közben, hallom, nem? Van, ez így. Egyedül álltam az utcán, és énekeltem a Zsiguli mellett, ami most eladó 130 ezerért a Petőfi utca 2 alatt. De óriási vagy! Belerakta a hirdetést is. Szaraskőben még a nagymamák is kiálltak táncolni, énekelni. Úgy éreztem magam, mint egy 80 pluszos diszkóban. Dani küldte nekünk. Igen, Őrmezőn egyedül álltam az erekélyen, de énekeltem, nagyon jó volt. Mi úgy összevesztünk a párommal, mert szerinte annyira stresszeltem, hogy jó legyen, hogy nem sikerült felvenni. Úgyhogy én ezért sírtam el magam. Júci küldenek. Figyelj, semmi baj. Figyelj, indíts el egy videót a YouTube-on, énekelt föl még egyszer, hallgass meg a dalt, énekelt fel, egy telefonról szól, egyszer még énekelt, de küld el. Tehát nincs ezzel baj, ha nem az élőadásra énekeltél. Nyugodtan. Elindítod, felénekled, elküldöd. Még lehet, hogy nyugodtabb is lesz. Mikor éneklünk? Üdv, MÁV ZRT. Nekik most is jó lesz. Ja, Istenem, nagyon jó. Oké, hát mindjárt megnézem a Viber üzeneteket is, hogy mi jön, mert hogy azt egyelőre én még továbbra sem. Kertben dolgozom, a tulaj nem tudott erről, most nem érti, miért énekeltem a telefonomban. Ez az ország új himnusza, írja valaki. Brutálisan hidegrázos volt, imádtam minden egyes pillanatát. Köszi rádió, egy köszi halott pénz. És hát még sok-sok ilyen éneklés. Látom, igen, a Viberre is töltögetik a videókat, jönnek viccesek. Igen. Igen. Jó. És ez egy nagy lehetőség, hogy a halott pénzzel és a rádió egyel közös videóklipben legyetek, casting nélkül. Tehát, hogy ez jó. És bármilyen hangod van, be tudsz kerülni egy halott pénz klipbe. Azért ez sem rossz, vagy egy közös rádió egy halott pénz klipbe. Tehát azért ez is egy nagy megváltás. Na jó van, gyerekek, én szerettem, én feltoltam, én kimentem, figyelj, Viki, az konkrétan NASA technikával, online laptop, applikáció, YouTube, ha lefagy az app, akkor YouTube-ról indítjuk, több lámból vette, rohant föl a lépcsőn, alulról vette, mondta, hogy mezitláb vagyok, ne lóbáljam a lábam, mert meglehetősen komikusan nézek ki. Basszus, te is mezitláb voltál, én. Mezitláb, fia, annyira fázott a lábam, mezitláb voltam, és kiabáltam, hogy nem látom a kezeket. És egy üres ilyen mezőt volt így előttem. És kiabálta, nem látom a kezeket. És átkiabált a szomszéd, akkor nézd rá a sajátodra, te hülye. Szembe velünk itt épül egy új építésű ház, vagy nem tudom mit, kivágták a fél erdőt. Szemben nem lakik senki, és nagyon kiabáltam, hogy nem látom a kezeket. Lássam a kezeket, én meg lássam, hogy költöztök. Igen, mit énekelsz, hülye, nem volt elég tegnap, ma is énekelsz. Ja, Istenem, igen. Úgyhogy felnyomtam, agyóhűvös van. Tehát a lábam az most nem szedek. Én is mezitláb voltam egyébként. Kirohantál kicsit mezitlábacska? Persze, csináltuk egy gyors kis felvételt. Ja, Istenem, igen. Magyar légierő, kiálltam az emlékműhöz. Kétszer vettem fel, mert elbögtem magam. Jó van, gyerekek, hát figyeljetek ide. Igen, ez a nagybüdös helyzet. Most ez van. Most ebből főzünk, túl leszünk ezen is. Szerintem. Így van. De ebből megint egy pici erőt lehet meríteni így a hétköznapokra. Úgyhogy. Erőt lehet ebből meríteni, meg fogjuk oldani. Igen, nehéz lesz. Igen, igen. Ez most megint egy sötétebb korszak. Sok embernek nagyon erősnek kell lenni, sok embernek kell erőt meríteni akár egy ilyen adásból, a dalból. Nyilván nem könnyű. Tudjuk, hogy nagyon sokan lesznek, meg vannak nehéz helyzetben. De hát gyerekek, túl leszünk ezen is, és szerintem erősebben fogunk belőle kijönni. A kérdés már csak az, hogy mikor. Úgyhogy hajrá mindenkinek, ez most egy nagy küzdés. Igen? Pár héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy ha más pozitívumot nem lehet ezzel az egésszel kapcsolatban elmondani, de azt mindenképpen, hogy a közösség formál, a közösség kovácsoló ereje van ennek.
a sztorinak. Tehát, hogy kicsit szerintem az egész nemzet így közelebb kerül egymáshoz, vagy hogy jobban összekovácsolódik ezáltal a közös baj miatt. És ezt csak együtt tudjuk megoldani. Tehát, hogy hát nincsen... Önfeláldozás, itt, meg aki... maszkvarrás, meg az éttermek, hogy küldik a pizzákat be a kórházakba, ahogy átálltak a maszkok varrására, ahogy néhány közszereplő árulja 3000-ért a szerzett maszkokat, ami leesett kamionról. Az is mekkora összekovácsoló. Az is micsoda összefogás, hogy megint a közszereplői mutatnak példát, hogy hogy kell maszkot árulni, jó pénzért, miközben házi orvosok kérik, hogy legyen maszkjuk. Hazánk közszereplői tisztelt a kivételnek, azért megint nagyon komoly összefogásról tesznek tanúbizonyságot, de hál' Isten, ők vannak kevesebben. Igen. Tehát ezért nagyon sokan csatlakoznak jótékonysági akciókhoz, gyűjtenek, nyomják, segítik, úgyhogy azért ez egy nagyon klassz dolog, amit a színészek csinálnak, hogy felolvasnak, hogy próbálnak ők is életben maradni, ahogy az online színházakra bíztatnak mindenkit előadásokra. Úgyhogy igen. Mindig a saját hivatásán belül, vagy a saját szakmáján belül, vagy a lehetőségéhez képest azért próbál meg segíteni. Mi így a rádió műsoron keresztül, mindenki más pedig, ahogy tud. Nyugdíjasoknak segít bevásárolni, vagy ahogy te is mondtad, maszkokat varnak, olyanok, akik egyébként teljesen mással foglalkoznak, és hát mindenki egy picivel próbál meg. Igen, beleszállni abszolút. Ebben a közös meglóba. Azt is írt közben, hogy nem baj, az sem Viberre küldik, mert az online-osok látják azt is, tehát, hogy van idő. Ha nem volt jó, most énekelhettek még egyet nyugodtan magatoknak, azt külditek el, van idő, tehát ez nem most fog a következő 20 percben eldőlni, hogy ebbe kik szerepelnek. Nyilván megpróbálunk minél több mindenkit kisképpen, nagyképpen gyorsan egymás után berakni. Az is megtörtént azért, hogy persze valaki kimaradt. Szóval, hogy én mondom, csináljunk több verziót belőle. Adjunk melót a kis videóvágó emberünknek. Persze, ugyanarra a darra lehet, aztán el kell kezdeni. És akkor osztani, lesz belőle persze. 1, 2, 3, 4, 5, akkor mindenki benne van, szépen végignézed, megkeresed magad, mert azért ez egy marha jó dolog, ahogy elmondtuk, hogy ez nyilván itt most örömteli volt, meg ilyen lélekemelő szívfacsaró, de tök jó lesz majd újra nézni, hogy ott vagy igen. benne, ha csak egy másodpercre is. Igen, de ez maga azért a pillanatról szólt, hogy ezt közösen erőt adjunk meg, merítsünk, aztán ha valaki bekerül, az már nagy szerencse. Hát gyerekek, itt több tízezer videó fogja. Most sokan, hát, hogy tényleg, ahogy százasával jönnek a videók, hogy itt simán lesz itt 10-20-30-40 ezer videók, nem tudom mennyi, majd a vége lehet valaki ezt egyszer összeszámolja. Hát hogyha csak a streamesek, az az 59.347 ember csak beküldi. Azok bedobják. Igen. Na játszunk akkor gyorsan egy hármasugrás, mert erre még van időnk, ha van játékosunk, vagy a hírek után játszunk, Zsűc, és akkor kerítünk játékost, hogy legyen. Le tudjuk játszani, jól van. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Halló! Aha. Mindjárt itt lesz akkor. Mindjárt itt lesz. Siléri Nagy Ágásik. Hello, Balázsik. Jó reggel. Ciao. Jó reggel. Hello. Jelentkeztél játékra, ugye Ági? Hello. Igen, jelentkeztem. Igen. Bocsánat, próbálok menekülni a lányaim elől, hogy hát, tudom, nem sikerült. Látom, hogy 4 éves és 1-2 éves. Igen. Ez nem egy egyszerű történet. Igen. Békés Csabáról? Békés Csabáról, igen. Oh. Nagyon jó. Szép hely. Hallom, hogy az élet már így korereg. Igen, nagyon nehéz most. Megígértem, tudom, hogy kimegyünk az udvarra játszani, és akkor jött a telefon Annától, hogy játszhatok. Úgyhogy most nem mertem addig elindulni. És innentől kezdve egy ördögi körbe kerültél a menekülés és a szülő felkutatásra. Jogosan kérik számon, hogy miért nem megyünk az udvarra. Jogos a gyerek kérése, anyu. Jaj, tudom én. Na, itt figyelj, egy picit nyugodtabb a környezetben, mint kint. Igen. Figyelj, nektek azért 2 gyerekre, 4 és 2 éves, hát azért az egy nagy szakkör, le a kalappal. Szóval azért az, bár ott még csak a nagyobb hiányzik az óviból, a kicsi még egyébként se lenne. Talán igen. Nincs akkora változás, nem? Vagy nincs, akkora épp ezt akartam irány, mondani, hogy talán az én életemben még ez nem hozott akkora változást, de igen. Tény, hogy éppen beszoktunk az óvodába. Hát most egy kicsit legalább élvezik, hogy otthon vannak. Na figyelj, belevágunk akkor gyorsan. Jó, már hogy rendben. A nagyon a kisebb az eleve mindig otthon van, hiszen 2 éves. Mondj 3 magyar zenekart, így szól az első kérdés, 7 másodperced van megválaszolni, 3 magyar zenekar. Halott pénz, Bell Hello. Úristen! Happy Gang! Wow. Happy Gang! Happy Gang! Jó, ez már egy felemelkedett nap, fogadjuk el! Happy Gang! Isten még egy kevésbé ismert banda, de nagyon tehetséges, hogy feltűnhetőben vannak, én ismerem őket. Az Úristen! Bocsánat, még az a korosztály vagyok, aki emlékszik rájuk. Most ez jutott eszembe hirtelen. Igen. Mondj 3 dolgot, amit adás után teszel, gyorsan, bármi, amit csinálsz adás kimegyek után. Kimegyek az udvarra, a kutyát fogok sétáltatni, és kertészkedek.
Ó, micsoda wellness, kérem szépen. És leüzöltem a gyerekek fejét. Mérgelődök, igen. Nem akartam, mert apuka is hallgatja a rádiót, remélem, úgyhogy. Letörlöm a tökfőzeléket a mellkasáról. Oké, okay, jól van. Oké, okay. Okay, mehetünk tovább? Igen. Mondj három dolgot, amit a kijárási korlátozásat egyetlen nem lehet csinálni. Nem megyek ki az utcára, csak indokolt esetben. Fú, úristen, mit nem lehet? Nem megyek boltba 9 és 12 között. És úristen, mit nem lehet még csinálni? Az a baj, tényleg az én életemben nem sok változás állt be. Bulizni. Ja, bulizni, bocsánat, azt már érzem, hogy a te életed nem változott meg. A te életed nem változott meg, igen. A te életed nem változott meg. Igen. Jó van, figyelj, odaadjuk ezt ma egy ilyen nap van. Jó, megkapod. Jaj, köszönöm hát, szépen. Jó, na. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Na, jó van. Oké, okay, akkor puszi nektek, kitartás, csáó, köszi. Köszönjük szépen. Sziasztok, nektek is kitartás. Sziasztok. Hello. Jó volt, srácok, ha eltelik pár hét, nyomjunk egy kozsorszámot, meghalok, hogyha hozzám érsz. Júj, nem! Ez morbid! Meghalok, hogyha hozzám érsz, meghalok egy édes csókodért, vagy hogy volt? Úgy, úgy. Micsoda? A búj mellém, mekkora dal? Búj mellém. Hétfőre tanuld meg gitározni, jó, és akkor oké, nyomjuk el a búj mellémet, hétfőre? Mehet? Persze. Búj mellém, Jézus, Atya, Úristen. Azt egy gitáros senki nem játszotta. Azt nem. Figyelj, a Kozsónak nem voltak rossz dalszerzői. Akkor azért ezekre ráéreztek. Nem ő írta őket? Hát, ügyezjenek a Zsolti, de nem. Azt nem tudom, hogy szóval nem mindegyiket. Az biztos. Igen, bizonyára. Igen, a kassa neki csörgött, az egész biztos. Jó gyerek a Kozsó. Na, jövünk mindjárt, jó? Az elmű szerint is nyílva. Igen. Micsoda, a hónap dolgozója az elműnél. Így törleszti a be nem fizetett villanyszámlát. Fél tíz van, pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Hello mindenkinek, jó reggelt, 3-10 lesz, pontosan 4 perc múlva itt vagyunk, és egészen elképesztő SMS-ek jönnek, mert közben a hallgatóim már nézegetik a rádió egy Facebook oldalát, ahova töltögetik föl a videót, és figyeljetek, jött egy ilyen, én még nem láttam, nem tudtam megnézni, hogy a Facebook oldalatokon a feltöltött videók között a László Kórház onkológiai osztálya is énekel. Azt a mindenit. Nagyon megható. Nagyon megható. Sőt, egy kutyusos videóban egy kutyus végig ugat. Nagyon cuki Angéla. Igen, nyugodtan menjetek fel a rádió egy Facebook oldalára, és böngészétek a videókat. Mi is megtesszük, majd fogjuk nézegetni. Ugye itt még a műsor alatt nem volt lehetőségünk, vagy hát én még legalábbis nem néztem meg, mert itt közben az SMS-eket meg a Vibert figyelem, de Angi, köszi, hogy elküldted. Tehát az onkológiai osztály a László Kórházon. Azt nem tudom, hogy a hallgató honnan tudja, de lehet, hogy vagy bemondták a videó elején, vagy kiderül a videóból, nem tudom, hogy ő azt honnan tudja. Mindenesetre, ha így van, az tényleg elképesztő. Úgyhogy, van egy teljes nyugdíjas otthon is. Képzeld, tényleg? Nézegeted már a videókat? Igen, igen, ott összeültek az étkezőben, gondolom szájmazukban vannak, és hát tündér ilyen cukin az idős nénik, bácsik éneklik a dalt, óriási. Hihetetlenek vagytok. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, nem fogunk tudni válaszolni mindegyik üzenetre, olyan elképesztő mennyiségben jöttek, viszont nekünk most akkor a hétvégére van programunk, itt szombat vasárnapra végignézegetni a videókat. Igen, abszolút, nézegessétek ti is a rádió egy Facebook oldalán, oda töltögetik már föl a hallgatók, tényleg, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok van. Nem is tudtam énekelni, csak sírtam, jött még egy SMS, 27-esen terhesen dolgozom, nem azért, mert szeretném, köszönöm, Nóri küldte nekünk Münchenből. Üziben küldtem, nagyon szarul nézek ki, hangom sincs, de nem érdekel. Mint ha én írtam volna. Hát figyelj, mi se vagyunk nagy énekhangok, azért ez kiderül, de nekem sincs semmi. Nem baj, az a lelkesedés meg volt, halló. Pacskerommal érted, nulla közönség előtt, Viki videózó gyerekek álltak, énekeltek ők is, az egész mega szürreál volt, mega szürreális. Ha valaki ezt egy két hónapja azt mondja, hogy figyelj, lesz még idő, amikor te mezitláb énekelsz, majd az Erkélyeden karanténban. Igen. A két gyerek kabátban áll. Nulla ember előtt. Nulla ember előtt. A feleséged alulról fölülről videóz minden technikai eszközzel. Nagyon ügyesen. A nagyobb gyereked már furán néz rád. Igen. A nagyobb gyereked már furán néz, hiszen ő kamasz, a kicsi meg még ott énekel hátul a videóban. Ő még hisz benned. Félsz, ő ott nyomta végig mellettem. Ő ott egy kis fejet láttam néha. Hátul énekel, a nagy ő már azért érezte, hogy ezt kellő távolságtartással kell kezelni. Tehát, hogy neki már kezdek a ciki kategóriába csúszni, hogy kicsit meleg a pater. Tehát már nem úgy, hanem hogy úgy érzi, hogy ez már nem, ez már komfortzónán kívül van neki, az apja mezitláb énekel, az anyja megveszi. Tehát igen. Ez neki már a tudod, ez ő a... Ő már érzi, hogy mikortól sok. Igen.
Igen, de egyébként belegondolok, láttam volna apámat mezitláb énekelni nulla ember előtt, érted, egy telefonnal a kezében, Viki most mutatja a felvételt, figyelj, teljesen szürreális. Én megértem, hogy a nagy elbújt. A kicsi meg ott áll mögöttem kabátban. Éneklek a felső erkélyen, úgyhogy sehol ezek mi vagyunk, apa. Igen. És lóbálom a kis piszkalávaimat, szóval nagyon szürreál, nagyon. Ja, és bocs, koszos a talpam, a legszebb. Még a tegnapi erdőjárás. Tudod, amikor a pornófilmben látod, hogy a csajnak koszos a lába, a legrosszabb, tudod, amit nem akarsz látni, hogy mire bement a szedbe, por volt a folyosón. Rosszul sminkelt popsi és koszos láb. Igen, rosszul sminkelt pattanásos popsi és koszos a lába, és mondod, hogy úgy gyerekek, figyeljetek a részletekre, mert ez így nem erős. Ja, odaírták a videó mellé, hogy a László kórházból, de durva, sokan vannak, nagyon megható, Angi, köszi, hogy válaszoltál rá. Tehát akkor a videó mellé hülye vagyok, hát persze, hát oda tudnak szöveget is írni, beírták a videó mellé. László kórház, ez milyen durva, hogy erre van energiájuk, idejük, és hogy ez a hír egyáltalán eljutott hozzájuk, nem? A nagy napi küzdés közepette, azért ez is elképesztően megható. Le a kalappa, hogy ezt még be tudták vállalni, igen. Na, oké, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk akkor ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanataim. Hát a naphallgatója az megvan, az egyértelműen megvan az SMS. Felhívtuk Tenyát, aki karanténban van nagyon helyesen, és közzétett egy videót, ahol a szobájában énekel egy lóval. Nagyon szürreális a videó, aztán persze, hogy elmondja Tenya, ott rájössz, hogy ez nem a saját lakása, de amikor látod, hogy a szoba közepén áll egy ló, Tenya pedig gitározik, akkor ezért elgondolkozol, hogy hazánk hírességéből mit váltott ki a karantén. A teljes őrületet. De kiderült, hogy azért ez nem Tenya lakása, mi felhívtuk, hogy utána járjunk ennek. Illetve aztán valahogy belecsúsztunk abba, hogy ez az egész éneklés, ez kicsit ilyen szilveszter hangulatú. Ugye? És mert úgy várjuk, visszaszámolunk, nézzük, hogy mennyi az idő. És belementünk egy ilyen nosztalgiázásba, hogy ki mit csinált, ki mit nézett, ki mit hallgatott szilveszterkor, hogy viselkedtek a szülei, uh-huh. Mit evett, mit ivott, és hát mi ment a tévében. Hát bizony. Nem annyi minden, mint most, ugye? Nem. Viszont annál izgalmasabb volt például a Boom nevű játék, amit megnéztem fönt a neten, felmentem, hát, három körös volt. Na, mi lősz? Várjál, kezdjük. Mivel lősz? Pezsgős üveggel? Pezsgős üveggel lősz. Az első körben egymás alatt két sorban himbálódzó pezsgős üvegeket kell eltalálnod. Ez ugye az első. Utána jön, várjál, emlékeim szerint egy azt mondja, hogy talán a tálcás, vagy várjál csak, nem, meg kell állítanod egy számlálót, amin pénzösszegek mozognak. Tehát folyamatosan forog a számláló, és amikor megállítod, azt az összeget megnyerted, és a végén pedig egy tálcán lévő, kicsit olyan, mint a bowlingozás, egy tálcán lévő rengeteg pezsgős üveg közül kell minél többet eltalálnod, akkor megduplázhatod, triplázhatod a pénzt. És ebből jön össze végül a legnagyobb összeg. Jó kis Boom, milyen jó volt. Hát innen vettük a Boom szoftvert, ugye? Abból a játékból. A Boom. De játszottad, Jani, ahogy nézted a fölvételt, azért mondtad, hogy Boom. Már, boom! Persze, mivel gyerekkor nekünk nem volt vezetékes telefonunk, és soha nem tudtam ezt játszani. Na. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait már is. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. 18 lóért és 50 millió sorsáért felelek, Kincsenpart a fő bázisunk, és a Kincsenpartban van egy olyan házunk, egy olyan lakórészünk, amit tulajdonképpen közösen használunk. Ez az a ház, ahol bekéreckedett egyébként a ló, és ez az a ház, ahol leszoktunk néha pihenni, de az eredeti lakóhelyen nem ott van egyébként. Igen, hát azt látom a szobán, hogy azért ez nem olyan. Tehát mindenféle nyílveszők, meg pokrócok, meg olyan az egész. Hát azt látja az ember, hogy ez valami idéglenő dolog. És bement utánad a ló, amikor ez készült? Tehát, hogy besétált utánad? Így van, tehát ez tulajdonképpen egy szociális helységünk, egy mindannyiunk számára használt hely. Most jelzem, hogy a Kincsenparkban tényleg kettesével, maximum hármasával járunk ki. Nagyon távol egymást, egyébként ezt ellenőrzik is a Kincsenparkon belül, tehát nem is tehetnénk nagyon más, hogy. És a lovászom érte fel a figyelmet, hogy figyelj, Tenya, jön befelé a lónak, hagyjad csak, hanem kíváncsi voltam, hogy meddig merészkedik be, és egészen tényleg majdnem eljött a folyosó közepig, és akkor azt gondoltam, hogy na jó, ha a ló így döntött, akkor én most bevezetem a szobáig, és tényleg be is jött minden további nélkül. Egyébként mondom, aki nem ért a lóhoz, hogy ez arról árulkodik, hogy a ló teljesen átlépte a saját komfortzónáját, jobban kíváncsi az emberre, a gazdira, az emberi helyzetre. Viccesen mondhatnánk, hogy éli meg a gazdi a karantént, erre kíváncsi volt.
mint arra, hogy kint legelészen, és ez egy nagyon egyszerű érzés nekünk, lovasoknak, hogy a lovunk ennyire ragaszkodik, hogy akár a komfortzónájából kimozdulva bejön hozzánk, és akkor bevezettem a nappaliba, és természetesen egy kicsit viccesen üzemelnek ezzel a magyar társadalomnak és az embereknek, én is kihasználva a helyzetet, maradj otthonra buzdítottam mindenki. Hát igen, hát vagy egyszer... késtél a próbáról, és ezt akarta jelezni Rodriguez, aki igazából. Igen, hogy már kezdenénk. Igen, igen. Itt csak az a rossz, ha látod, hogy kicsit kiráz a hideg, nyihog egyet, felemeli a farkát, és úgy kicsit elkezd mozogni, mert akkor azért ugrasz a bőrön. Hát figyelj, van még valaki, aki hasonlóan csinálja, én követem a Schwarzit, az Arnold Schwarzeneggert, nézd meg az Insta oldalát. Figyelj, ott az történik, hogy vannak ilyen, nem tudom, ilyen törpe lovai, vagy ilyen póni lovai, nem tudom, ez milyen. Szamár, nem szaba? Szamár, póniló, törpe lovai. Csak figyelj, Arnold ekkora. Konkrétan eszik az asztalnál, oda megy a ló, beleesik, a következő videó a biciklivel kergeti a kaliforniai házának a kertjén, ami akkora, mint a Margit-sziget, bringával kergeti a lovagat, ez csak sétál valahol velük. Igen, igen, látom, van szamara meg póniai, így van. Póniló, igen. Én is megdöbbentem, egyébként láttam sokszor, és hát nem megdöbbentem, hanem nyilván mosolyogtam, csak pontos Schwarzeneggerről nem gondoltam volna, hogy a kaliforniai birtokán lovakkal él együtt. Ez egyébként az, ami még szimpatikusabbá tette, és az is, hogy beengedte a konyhába a pónit és a szamarat. Igen, hát a lovak úgy közlekednek. És láttam most egy élőképet a szobádról, és a bal kezeddel tartanád a telefont, a jobbal pedig integetnél Rodrigueznek, aki ott alszik mellett, hogy ezt leteszem, és akkor megint hajátsz, jó? Csak el kell neki tolnom a dumát, hogy nem így élünk, nehogy elígyék, mert a lovak természetes közege. Nyomj az ébresztőt. Lehet, hogy viccelünk, de lehet, hogy esküszöm rá, hogy a ló néha több mindent ért, mint hiszünk róla. Egyébként most elkezdtem szabadidomítani, aminek az a lényege, hogy lentről jelekkel kommunikálunk a lovakkal, kvázi, mint kutya-ember kapcsolat. Az egész társulat elkezdett, mert a új műzikelünk a Szilan miatt ez nagyon fontos volt. Hát most lesz időnk bevésni a lovakba ezt az egész őrületet, viszont azért azt gondolom erről a vírusos időszakról, hogy minden azban van valami jó, persze nem először én fejtem meg, de azt gondolom, hogy a lovainkon keresztül azt tudom mondani, hogy jellemzően minden másra igaz az, hogy egy picit van időnk elmérni egymásban. Ha megvan a 3 perc, és tudtok videót vágni, kiszeded az elejét, közepét, a refrént tetszett jobban, akkor kiszedhettek 1 percet is. Mindenkiből villanások lesznek, sok arcot szeretnénk egyszerre, úgyhogy nem kell a 3 percet feltölteni. Nyugodtan vágjatok ki belőle 1 percet, vagy 1 percet a refrént, vagy mikor úgy érzitek, hogy a legjobb pillanatot kaptátok el, és azt küldjetek el, de ha egybe föltöltitek a Rádió 1 Facebook oldalára, az is tök jó. Ha meg Instagram, akkor meg csak egyszerűen hashtageljétek, és akkor azok a pillanatok alatt meg tudjuk találni, hogy hashtag a kiállás pillanata. Kicsit olyan ez, mint a szilveszter. Emlékeztek gyerekkorotokban, hogy vártatok a szilvesztert? Fennmaradhattál éjfélig. Anyádék már kicsit be voltak csicsentve, és minden ettől egy kicsit olyan szürreális lett, ugye? Hogy úgy érezted, hogy valami egy kicsit más. Uh-huh. Igen. Sokkal több kaja van az asztalon. Ő magában az, hogy be voltak anyádék csicsentve, az nem volt annyira meglepő. Az nem volt annyira meglepő. Nem, de tudtad, hogy jön éjfélkor a himnusz, amit készülni kell. Igen, de tudtad, hogy jön a himnusz, izgatott voltál, mintha valami új dolog lenne. Átlépsz egy másik évbe, ami a teljes homály volt, és a Hofi már fél éve azt mondta, hogy mind meghalunk, és nem lesz pénzünk, és áremelkedés jön. Anyádék már decemberre mondogatták, hogy jövőre mindennek megy az ára, és elérkezett a démonizált nap, a december 31-e. Álltál ott a kis pesgőddel, mindenki zokogott körülötted, néztél a tesódra, nem értetted, hogy mi van, de nagyon jó volt, mert éjfélkor fent lehettél, nem? És az egész kapott egy ilyen nagyon fura hangulatot, mert sosem lehettél fent előtte éjfélig. Nálunk legalábbis nem volt nagyon megengedve gyerekkorban. És akkor Nógrádi ropi az asztalon, némi kis mindenféle piros aranyos szendvics. Piros aranyos szendvics, sonka, tekercs, érted? Hát azért ott nagy dolgok voltak, tömted nagyon beleszállt a konfetti, mindenki csákóba, és tök jó volt, mert fújhattál egy trombitát úgy, hogy senki nem szólt rád, hogy trombitát fújsz. A komolyabbaknál már eldurrant egy-egy petárda, de akkor az még azért nagyon-nagyon hárnak számított, ha gyerekkorodban valaki petárdához jutott, maximum a rózsapatrós pisztolyoddal lőtték kettőt a levegőbe, úgyhogy... Szét ne szord a konfettit csak az udvaron! Igen, igen, ugye? Igen, és lementél, és akkor kimerészkedtél, sétáltattuk a kutyát délután, de már egy-egy petárda, egy-egy ilyen, hogy is mondjam, csak trombita, hogy beleszólt a napba, és úgy érezted azt a kaotikus hangulatot, ami egyébként nyilván nem volt kaotikus, tehát gyerekként úgy élted meg, hogy ez most egy kicsit más, ugye? Hát és nálunk nem is voltak akkor még ilyen petárdák, hát egy házilag készítettünk ilyen jó kis dolgokat, mint például a pingponglabda belecsavar be egy kis alufóliával, és egy lyukon keresztül megdújtva. Tudtad a tréfát, Jani, de jó volt.
Igen. És már olvad ki belőle a műanyag. És igen, és így forgott, mint az állat, és hiszen hogy a büdös lett egy perc alatt. Igen, szóval így a koktélkrékek, koktélkrékek. Szuperbola volt, néhány csöcsös csajszit elkaphattuk. Igen. Isten nyugtass, a zseni volt. Igen, jött a Szuperbola néhány csöcsös csajjal. Ez volt a szignál. És mindig mutattak, nagyon... alig vártad, mert nem érted a politikai humorból semmit, nem értettél, mert az még fiatal voltál, de a cickókat vártad, de a cickók jöttek, és tudtad, hogy jönnek a cickók. Óvakodj a törpétől, hogy féltem tőle gyerekkoromban, te jó Isten. És hát a szeszélyes évszakok. És a menőmanó, várjál, menőmanó, az úgy ment, menő hogy volt a menőmanó, és akkor utána ment a nanu-nanu arra. Emlékeztek, hogy menőmanó ment, lementek. És akkor egy úr az űrből utána. És akkor jött az úr az űrből, de igen. De a szombat esténként volt. Na, ez megvan? Köszi Zsú. Ez már te vagy? Most bocs, kicsit leütöm a zongorához. Hallod, egész jó vagy. Hogy csináljam? Dezse. Ez volt a menőmanó. Igen. Figyelj, de azért belegondolsz abba, hogy egy rohadt pálcuk ember magyarázott nekünk, és annyira kevés volt az inger, hogy nekünk azt szerettük? Hogy egy ilyen vonalakkal rajzolt ember lefele mutogatott. Jó, de olasz volt. Az olasz volt az eredeti? Olasz volt, ugye? Azért menő. Ja, és hát a boom játék, amiből aztán mi is boomozunk, ugye? Emlékeztek? Hát az eredeti boom. Szilveszteri boom. A szilveszteri boom az, amikor ugye lőtt. A pezsgővel lőttél, persze. És ugye ez nagy klasszikus, hát ezt mindig elmesem, volt egy csávó, aki 6 szó mellé lőtt, és kérdeztem is azért, hogy uram, nem látja? Nem, egy utcai fülkéből telefonálom. Becsörgött a csávóban. Balázsék a Rádió Egyen. Figyelj, megőrültök, szóval a szatyorral a fején énekel, nem hiszed el? Egy biztonsági szatyor, vagy mi? Egy biztonsági szatyor van a fején, jönnek a Viberre, én csak a Vibert nézem most, óvodák, iskolák, gyerekek a teraszon, csajok, pasik, egyedül, egy komplett óvoda, szóval hihetetlen, hogy mennyien énekeltek, döbbenet, nagyon durva, markológép előtt, daru előtt, fú, nagyon... Hello, Balázsék, jó reggel, ciao. Hello, hallgatóját keressük. Balázsék, hello. Ó, basszus. Erre nem is gondoltam. Olyan vicces volt, amit küldtél. De Kár, hogy hívnak, hello? Sziasztok, Árki Gábor vagyok. Gábor, hát nagyon jót küldtél. Egy mondatod volt, csak jöttem megnézni, hogy otthonról énekeltek-e. Györfi Pál. Nagyon jó vagy. Ez tényleg itt tapad. Nagyon szerettük, hát annyira beteg. Itt vagytok? Csak benézek, igen. Látjuk az ilyen készülő mémeket. Igen, szegény a nemzet nagyon nagyot ismerete. Közben nyilván szegényként, mert a lelkét kidolgozza, de hát most nagyon-nagyon nagyot megy az interneten, ugye mindenhol őt látni. Hát nem tudunk ajándékcsomagot adni, hát tessék mondani, hogy Balázsék, hát miért nem mondtad? Nem számítottál? Nem számítottam rá. Amúgy tudom, hogy hát rengeteg mém készül róla, de szerintem ez mind jó szívűségből. De ez így leírva még jó, én ezt már láttam képen is, nagyon szeretem, igen, csak jöttem megnézni, hogy otthon énekeltek-e. Igen. Jól van, figyelj, hát te vagy a naphallgatója, azért viseld a témet. Köszönöm szépen. Jó egész nap, legközelebb meg lesz a csomag, jó? Jó, köszönöm, legközelebb is küldök. Hello, Ciao. Na gyerekek. Jaj, hát megtettük, amit megkövetelt a haza. Meg. Szerintem meg, és a hallgatók is megtették, meg mindenki megtette. Úgyhogy tényleg egy ilyen nagyon szép összefogós, összeborulós videóklip lesz belőle. Meg igen, jó, ezt jó nekünk volt is ezt igen, nagyon durva látni, hogy Jani egy szobából, én egy kicsit, még kisebb szobából, Feri Velencéről szinte vakorádiózunk, úgyhogy beszélünk valakiknek valahova. És ilyenkor látjuk, és ilyenkor tudatosul bennünk, hogy mennyi embernek, hogy mennyi intézménynek, hogy hány hallgatónk van, hogy a világ minden táján mennyi hallgató bennünket. Ez nekünk is egy nagyon kellemes visszacsatolás, mert ugye a színházba állsz, a végén tapsolnak, ott van 500 ember, de mi tényleg vakon nyomjuk ezt bele egy mikrofonba, egy szobába. Vagy akár egy stúdióból, és ilyenkor látjuk, hogy hány emberhez érünk el, és hogy hányan hallgattok bennünket, úgyhogy ezt nagyon köszi mindenkinek. Én csak a Viber üzenetekben néztem bele, hát elképesztő mennyiségű. Félelmetes. Én például nem tudok belenézni a Viber üzenetekben, mert konkrétan le van nekem fagyva. Hát itt már igen. Ugye kiakadt a számláló, ugye 999-ig mér, utána már csak azt mutatja, hogy 999 plusz, igen, és hát döbbenet. Most jelenleg ez a felirat van fenn. Döbbenet mennyiség, hogy hány helyről küldtetek nekünk videót, hogy hogyan énekeltetek, tényleg, úgyhogy nagyon szépen köszi, ha tudjátok, töltsétek fel a Facebook oldalra, már csak azért is, hogy tudjuk mi is nézegetni, de Viberről is megpróbálják majd a kollégák leszedegetni, úgyhogy hát nagyon köszi mindenkinek, aki
jött ma velünk, azért az jó tudni, hogy ennyien éreztétek ezt fontosnak, meg akartatok ezzel erőt sugározni annak, akinek énekeltétek, mert hogy ez most tényleg az egész országról szólt, minden együtt élőről, dolgozóról, küzdőről, mert hogy nyilván mindenkinek megvan most a saját harca, a saját küzdelme, a saját élete. Feri, mi a recept, mivel búcsúztatjuk a hetet? Elkezdődött a medvehagyma szezon. Hát na, az mondja, vagy kimész szedni, mert ott egyedül vagy, mint az újad. Tehát, hogy azt szerintem most még pont na, lehet. Na, össze a gyöngyvirága. Úgy van, nagyon vigyázzunk, de egyébként egy csomó helyen, rendes boltokban is, tehát nem csak piacokon, hanem nagy boltokban is lehet kapni. Én pont ott vettem, és egy nagyon szép leveles, a héten Jánossal ezt már kiveséztük, hogy a leveles pogácsánál, ami így szépen elválik rétegenként, nincs is jobb, egy medve hagymás pogácsa a recept, és már fönt van a mi Facebookunkon. Kicsit időigényes, van vele meló, de hát a jó érmek kell szenvedni, kérem szépen. Úgyhogy lépésről lépésre leírva, videóval, minden ott található. Félre nagyon vicces, hogy így én szoktam nézegetni ezeket a megtekintéseket, hát most az összes, az oldalon található összes lisztes recept olyat megy, mint az állat. Égeti a tartalékokat, igen. Már csak 30 kiló van, úgyhogy úgy van, azt már valahogy el kell szórni, el kell pukkantani. A múltkor ugye fokaccsát csináltam, ezt az olasz kenyérlepényt, hát azt annyian megnézték, remélem annyian meg is csinálták, úgyhogy szerintem most a pogácsának is lesz majd fogalatja. Ha nincs medvehagymád, akkor anélkül is működik. Jó? Igen. Gyöngyhagymával. Például. Igen, azzal óvatosan. Vagy vöröshagymával. Óvatosan. Nagy gyöngyvirággal, igen. Jó van, gyerekek, hát mindenkinek kellemes hétvégét, a rossz idő, az vagy lesz. A jó idő, ne csábítson senkit, csak okosan, ügyesen tartsuk be az előírásokat, vigyázzon mindenki magára, tényleg jó idő lesz, nehéz megállni, ha mentek, akkor is egyedül, lehetőleg úgy ne 10-20-as csapatokba bandázva, okosan, jó, hogy lapítsuk tovább azt a bizonyos járvány görbét, hát ha nem lesznek szigorú rendelkezések. Na, hát akkor vigyázzon mindenki magára, köszi a klippeket, a dalokat, mi csináljuk, aztán majd látjátok ti is, hétfőn pedig 6-kor jövünk. Jó hétvégét mindenkinek, kitartás! Sziasztok! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek!